Putyin ukrajnai inváziója és a szélesebb konfrontációja a nyugattal szemléletes példája annak, hogy egyetlen vezető ambíciói hogyan teremtenek többek között energiabizonytalanságot, vagy majd reméljük energiabiztonságot a világ lakosságának széles rétegei számára. És az nagy kérdés, hogy erre hogyan reagálunk globálisan, lokálisan, de egyénileg is. Jó estét kívánok, Orosz Györgyi vagyok. A minap a fiam azt mesélte, hogy a szomszédjában lakó idős hölgy panaszkodott, hogy majdnem 100 000 forint a havi rezsie, ebből a legtöbb a villanyszámla, mert árammal fűt, és már alig tud megélni. És megkérdezte tőle, hogy mit tett azért, hogy csökkentse a villanyszámlát. Kiderült, hogy semmit. Még az ablakokat se szigetelték, pedig ezt legalább megtehették volna. Viszont szenvednek. És ehhez hasonló tehetetlenségből kellene kimozdulni és kimozdítani másokat is. Úgyhogy valahogy abba szeretném vinni a mi beszélgetésünket ma este, hogy a vége valahol az legyen, hogy mi az, amit mi tudunk tenni azért mondjuk energiaügyben. És én megértem, ha valaki azt a szót, hogy energia nem nagyon szereti, nem hozza lázba, de ennek a hiánya, az ára, mindezek következménye, amit mi most megélünk, na az biztosan. Ebben a szalon sorozatban arra vállalkozunk a vendégeinkkel, hogy mélyebb összefüggéseket keressünk. Például, hogy értsük meg jobban, hogy hogy is fordul fel a világ energiaellátásának biztonsága, és hogy lehet majd ebből stabilitás. Most is igyekszünk szenáriókat vázolni a jövőre vonatkozóan, ami hát vagy úgy lesz, vagy nem. De ha beszélgetünk, gondolkozunk és gondolkodtatunk, az biztosan több a semminél. Remélem, ezekben a szalonokban ti is inspirációt találtok magatoknak arra, hogy mit tehettek ti magatok. Energiafüggőségről, nem fosszilis energiáról, lehetőségekről, zsákutcákról, valamint felelős energiafelhasználásról is beszélgetünk a ma esti vendégeinkkel, Plecser Tamással, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari szakértőjével. Szia, Tamás! Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Holoda Attilával, energetikai szakértővel. Szia, Attila! Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek! És Rácz Andrással, Oroszország szakértővel. Szia, András! Szia, jó estét mindenkinek! És ha nem bánjátok, tegeződni fogunk ebben a beszélgetésben is, és egy kicsit szeretném képviselni Holzer Péter barátomat, aki tulajdonképpen ennek a mai estének a társszerkesztője is. Több témával foglalkozunk majd, de legyen az első az energiafüggőségünk. És felrajzolnátok azt, hogy mennyire, hogyan függünk az orosz energiától, vagy mi mástól még, és talán indulhatunk onnan, hogy egyáltalán mennyi energiát fogyaszt Magyarország, mennyi csökkent az elmúlt évben, és ebben ez a függőség, ez hogyan jelenik meg. Tamás, Attila? Talán kezdeném akkor én, hogyha megengeded, Attila. Megfogtam mindjárt az első számom, mert fejből pontosan nem tudom, hogy hány megazsúl, vagy hány gigazsúlnyi energiát fogyasztunk, hogy külön-külön általában az ember tudja, hogy mit tudom én, elektromos áramból 45 terawattóra az éves fogyasztás, kőolajból olyan 160-180 ezer hordó per nap, illetve földgázból körülbelül egy olyan, most jelenleg olyan 9,5 milliárd köbméter. A tény, hogy ennek a nagy része az valóban Oroszországból érkezik, legalábbis ami a földgáz és a kőolajat érinti. A földgáz esetében ez olyan 80-85%, kőolaj esetében pedig egy olyan 70-75%, ennek a forrása Oroszország. És hát ugye érdemes kiemelni még azt is, hogy áramból is importőrök vagyunk, körülbelül az áramigényünknek egy olyan 26-28%-át, adott esetben 30%-át is importáljuk, ezt leginkább a szomszédos országokból. Tehát gyakorlatilag Magyarország igencsak kitett egyébként a külső energiaforrásoknak, ez egy energiaszegény ország. Hmm. És hát ennek megfelelően igen, Oroszország a legnagyobb forrásunk gyakorlatilag ezeknél az energiahordozóknál. Mennyivel fogyasztunk-e, vagy fogyasztottunk kevesebbet energiából, és itt gáz, most elsősorban gázra gondolom, mert az ipari termelés szempontjából valószínűleg meg a lakossági termelés szempontjából ez a legfontosabb. Szóval mennyivel fogyasztottunk kevesebbet, és ez minek tudható be? Hát gyakorlatilag az idei év, vagy pontosabban én azt mondanám, inkább a 2022-23 tele, az jelentős csökkenést hozott a fogyasztásban, földgázban. Ez kétszámjegyű csökkenés volt, olyan 15-18% körül lehetett. Pontos adatra, ami most fejből nem emlékszem.
De ez körülbelül megfelel az európai átlagnak, tehát körülbelül az Európában is egy ilyen csökkenés volt. Ennek egyébként két fő forrása volt. Az egyik az az, hogy a meleg időjárás következtében a fűtési jellegű gázfelhasználás az masszívan csökkent, és legalább olyan mértékű, vagy talán még egy picivel hajszállal nagyobb mértékű volt az ipar gázfogyasztásának a csökkenése. Tehát Európában tavaly augusztus körül jó pár iparág teljesen leállt, többek között a műtrágyagyártás, acél, cink, alumínium kohászat egy része, a finomítók átálltak földgáz helyett kőolaj termékekre, ez is egy hatalmas hatás volt, és hát ezek az iparágak, ezek az utóbbi hónapokban sem azon a nívón termeltek, mint ami korábban volt jellemző. Magyarán szóval itt volt egy komoly visszafogása az iparnak, ez körülbelül egy olyan 15-20%-kal csökkentette az ipari gázfelhasználást. Hát ez a két tényező, a meleg tél és az iparnak a visszafogása okozta ezt a jelentős gázfelhasználás csökkenést. Elektromos áramban is egyébként csökkent a fogyasztás, ott kisebb mértékű volt, hogy én így emlékszem erre a számra, tehát látszik az, hogy azért a magas árak, illetve az az erőteljes marketing, ami e körül volt, hogy fogyasszunk kevesebbet, ez és egyenkívül a gazdaság visszaesése, tehát az a három tényező, ez visszavetette jelentősen azért a fogyasztási szintet. Mm-hmm. És a lakosság mennyire, hogy is mondjam, vette a lapot, és mennyivel fogta vissza a saját fogyasztását, Attila? Nagyjából egy olyan éves szinten egy olyan 8%-kal, de ezt hozzá kell tenni, hogy a lakosság eszmélése az nagyjából a rezsicsökkentés csökkentése után kezdődött, hiszen addig folyamatosan azt hallották mindenféle kormányzati csatornán, hogy nem kell aggódniuk az energia miatt, így nem is nagyon aggódtak, nem is nagyon foglalkoztak vele. Aztán, hogyha csak önmagában azt a fogyasztás visszaesést nézzük a lakosságnál, ami augusztus és december között lezajlott, az azért kétszámjegyű, sőt, 20% feletti, és ebben nyilván benne van az is, amit Tamás mondott, hogy sokkal enyhébb őszünk volt. Ebből a szempontból a lakosság talán mondjuk úgy, hogy picit meg is menekült, meg én ezt valahogy úgy fogalmaztam korábban, hogy még az időjárás is az Orbán kormány kezére játszott ebben a dologban, hiszen hogyha jött volna az az orosz tél, amivel riogattak minket már a nyár közepén, ugye a Gazprom még egy nagyon szép ilyen videóklipet is csinálta, hogy a kedves hölgy riogatta a népet, hogy jön bizony egy tél, és nagyon kemény lesz, hát ehhez képest Európa mondjuk úgy, hogy nagyon, nagyon simán megúszta ezt, főleg a lakossági oldalról. Ezzel együtt van ennek egy olyan pszichés tényező része is, hogy az a fajta ugrás, amiről az emberek nagyon nem tudták, hogy hol érik el, hiszen az első számlák után kiderült, hogy képtelenek átlátni a saját számlájukat, hogy ki mikor csúszik át az úgynevezett piaci körülmények között megállapított hétszeres gázárba. Ez bizony azzal járt, hogy az emberek elkezdtek jobban odafigyelni, és az, amiről mi azért már évek óta beszélünk, hogy legalább 1-2 fokkal vegyék vissza a hőmérsékletet, főleg akkor, amikor nincsenek otthon, senki nincs otthon, akkor napközben felesleges túlfűteni a lakást, vagy nem is túlfűteni, de annyira fűteni, mint amikor otthon vagyunk, jobban odafigyeltek rá az emberek, és azért, ha csak önmagában azt nézzük, hogy például 1 fokkal történő visszavétele a lakossági fűtésnek, az nagyjából olyan 4-4,5 millió köbméteres fogyasztás csökkenés jelent 1 nap alatt. Ez bizony megmutatkozott ebben is, hiszen az emberek elkezdtek odafigyelni. Most az egy szélsőséges példa volt, amit mondtál, Györgyi, az elején, hogy a hölgy nem tett semmit, mert nekem éppen az volt a tapasztalatom, hogy az idősebb korosztály volt az, amelyik elővette azokat a régi típusú technikákat a spórolásra, amik abból álltak, hogyha még nincs is szigetelt ablakuk, vagy egy új nyilászárójuk, hogy nem szigetelt maga az épület, de mondjuk csináltak olyat, és én sok ilyet láttam, hogy a régi típusú dupla ablak közé odaraktak pokrócokat, törölközőket, stb. Tehát ezeket a klasszikus régi típusú energia megfogási technikákat most megint visszahozták, és ez egyértelműen annak volt köszönhető, hogy a drága energia veszélye fenyegette őket. Egy picit visszatérve egyébként az eredeti kérdésre, érdemes ám ott kezdeni, hogy a Magyarországról mindig azt szoktuk mondani, hogy közepesen vagy
közepesnél egy kicsit kevésbé ellátott energiahordozókból, ami igaz is, hogyha a szénhidrogéneket nézzük. Magyarországon 1937 óta van szénhidrogén termelés, legalábbis a mostani Magyarország területén, és attól az időszaktól kezdődően indult el elsősorban a kőolajtermelés, majd utána a földgáztermelés, de volt egy olyan időszak, amikor nagyon erősen átállt mindenki a földgázfogyasztásra. Ugye a 80-as évek, 70-es évek végén, de inkább a 80-as években volt egy ilyen, hát egy ilyen akció, amikor mindenkit úgy terelgettek is át a földgázba, és az emberek a földgázfogyasztásán azt tapasztalták, hogy sokkal kényelmesebb, mint szénnel fűteni, sokkal kényelmesebb, mint olajkályhával fűteni, és akkoriban gyakorlatilag az akkori kormányzat, ugye még ez a rendszerváltás előtti időszak volt, mellé is tette azokat az infrastruktúrális belső fejlesztéseket, ami azt eredményezte, hogy azt nem mondom, hogy minden utolsó kis faluba is eljutott a földgáz, de nagyon-nagyon sok településen lett földgázhálózat, sőt voltak olyan akciók is, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, hogy ilyen falugáz programban még PB gáz tartályokat is helyeztek el kisebb falvakba, és ott is kialakítottak egy ilyen lokális földgáz fűtési rendszert, és az emberek ezt megszokták, megszerették. Ez viszont azt eredményezte, hogy valójában a fűtési célú felhasználásnak Magyarországon a kétharmada földgáz, és nem villamos energia. Most ez megfordulni látszik, sokan térnek át a villamos energiával való fűtésre, ami nagyon helyes, hiszen a villamos energiával való fűtésnél sokkal inkább behozható a fűtési rendszerekhez a megújuló energiák aránya, de ezzel együtt még azt kell látni, hogy a lakosság egy jelentős részének nincsen pénze arra, hogy könnyedén átálljon erre. Én emlékszem a tavaly augusztus-júliusban, amikor bejelentették ugye a rezsicsökkentés csökkentését, akkor a Gulyás miniszter remek ötleteket adott azzal, hogy hát akkor most megyen mindenki magának hűtő-fűtő klímát, és kapcsoljon át, de azért ez nem olyan egyszerű dolog. Egyrészt azért, mert nincs rá pénzük az embereknek, másrészt nem biztos, hogy a saját hálózata az elbírja a hűtő-fűtő klímát, mondjuk egy mosógéppel vagy egy fagyasztóval együtt. Tehát nem nincs erre fölkészülve a magyar társadalom, ezért most is azt mondhatjuk, hogy a fűtésnek a jelentős része azért földgázzal történik, és hosszú idő lesz még az, hogyha azt várjuk el az emberektől, hogy saját maguk, saját forrásaikra támaszkodva ezen változtassanak. Európában egyébként, és persze ezekre a kérdésekre majd vissza fogunk még térni, hogy mennyire vagyunk, meg mire vagyunk felkészülve. Európában egyébként mennyire csökkent az orosz energiától való függőség, gáz, kőolaj, de talán a gázzal lehet kezdeni? Hát nagyon erősen. Nagyon erősen. Hogyha megengeditek, akkor én megosztok mindjárt egy grafikont, ami sokkolóan fog hatni, hogyha azt akarjuk nézni, hogy mennyivel változott. Nem tudom, hogy látszik-e, most én megosztottam a képen. Igen. A képernyőn az látszik, hogy 2021 közepén még Európába ugye négy nagy csatornán keresztül érkezik Oroszországból, ugye érkezhet Oroszországból a földgáz. Ugye a kék színű az az északi áramlat, a piros az a klasszikus ukrán vonal, a zöld az a Jamali csatlakozás, ugye ez a Belorusszián és Lengyelországon keresztül éri el Németországot, és az a felső kis, hát nem is tudom milyen színű, az a kis rózsaszínke, az pedig az új klasszikusan megmentőnknek kikiáltott török áramlat, hát látszik már így a nagyságrendekből is, hogy azért ezeknek a vezetékeknek a kapacitása jelentősen eltér egymástól, de ugye az látszik ebből a grafikonból, hogy 2021 közepén, amikor még ugye mindenki abban fürdőzött, hogy hát olcsó az energia, akkor bizony még olyan napi 450 millió köbméter földgáz is érkezett Oroszországból Európába, és hogyha a végét nézzük a grafikonnak, ugye látjuk, hogy először a zöld ág esett ki, ez a Jamali ág, ugye amikor a lengyelek felé megszüntették tavaly május végén a forgalmazást, majd utána az északi áramlat ugye nem indult vissza augusztus 26-át követően, és maradt az a két vezeték, és ezzel együtt a mennyiség is jelentősen lecsökkent. Most nagyságrendileg olyan 70 millió, 70-75 millió köbméter érkezik naponta, és hogyha még a nagyon-nagyon erős csúcsot nézzük, akkor is azt tudjuk mondani, hogy nagyjából egy hatodára, egy hetedére esett vissza az Oroszországból Európába érkező importgáz mennyisége. És ez a gáz.
Igen. És ez csak a fő. Igen. Annyit tennék hozzá, hogy kb. 40% körüli piaci részesedése volt az Európai Unióban az orosz földgáznak, ez most ugyan kb. 8%, és valószínűleg tovább eshet még egy 5-6%-ig. Valószínűleg egyébként ezen a szinten talán meg fog maradni. Nagyon érdekes, különben, hogy beszéltem az utóbbi időszakban a gázcégekkel, a Gazpromnak a stratégiája lényegesen megváltozott az utóbbi időszakban. Mindenki arról beszél, hogy tavaly június és idén január között az orosz gáz nagyon hektikusan érkezett, valahol a szerződött mennyiségek 10-100%-a között. Viszont januártól kezdve gyakorlatilag az osztrákok is, a szlovákok is és a magyar FGS is azt mondta nekem, hogy gyakorlatilag a Gazprom a korábbi mennyiségeket szállítja. Tehát úgy tűnik, hogy az oroszok változtattak a stratégián, tavaly manipulálni akarták a piacot, mi akarták fagyasztani ugye Európát, tehát erről szólt ugye ez a bizonyos reklámfilm is. Ezzel szemben idén úgy tűnik, hogy a bevételek maximálása lett a cél orosz részről, ami egy kicsit reményt ad nekünk például arra, hogy azért a következő időszakban nem lesznek gondjaink. Sőt, volt egy olyan kereskedő, aki azt mondta, hogy attól tart, hogy a nyári időszakban, ha a Gazprom tudja használni a török áramlatot, akkor akár el is árasztják Európa középső részét orosz földgázzal az orosz vállalat. Egyszerűen azért, mert ugye hát látható, hogy az orosz költségvetés nagy mértékben romlik, de aztán pont ma jött ki az adat, 44 milliárd dollár hiánya lett Oroszországnak az első 4 hónapban. Ugye tavaly rekord többlete volt a költségvetésüknek, mert most a bevételeik is jelentősen apadtak, illetve hát ugye a kiadásaik is a drága háború miatt nagyon megugrottak. Tehát Oroszország váltott ebben. András, mennyire fáj ez most Oroszországnak, illetve miben gondolkodnak, hogy néz ki az ő fejükkel ez, és miben gondolkodnak, merre terelik, vagy térítenék el a piacot? Azt, hogy nyilván pontos, hogy hogyan gondolkodnak, ezt nagyon nehéz megmondani. Bizonyos dolgok azért láthatóak. Előtte viszont még egy picit, mert folytatnám azt, amit Attila az elején mondott, hogyan állt elő az a helyzet, hogy a magyar háztartások fűtésében ennyire meghatározó szerepet játszik a gáz. Ugye az egyik az, hogy tényleg sokkal kényelmesebb volt gázzal fűteni, mint akár az olajat töltögetni, szenet pakolni, fával fűteni, minden ilyesmi. Tehát nagyon népszerű volt, és politikailag is nagyon hasznos termék volt. És ráadásul ugye a 90-es évek Oroszországa az annyira pénzszűkében volt, hogy mindent megtett, hogy megbízható szállító legyen. Tehát fel sem merült akkoriban az, ugye a szovjet időszakban nyilván nem, meg a 90-es években sem, hogy probléma lenne abból, hogy ilyen mértékben függünk az orosz gáztól. Hiszen ugye az volt, ez az interdependencia logika volt a meghatározó, ugye ez a német osztpolitik logikának a helyi adaptációja, vagy közép-európa adaptációja. Azt gondoltuk, az oroszok el akarják adni a gázukat, mi meg akarjuk venni, ez egy kölcsönösen előnyös helyzet, ez mindenkinek jó lesz, és soha semmi probléma nem lesz ebből. És ugye ez a 2000-es évek elejétől kezdett fokozatosan megváltozni. Ugye a 2000-es évektől kezdődik az, hogy Oroszország elkezdi nagyon aktívan politikai fegyverként használni a gázt, először csak a poszt-szovjet térségben. Ugye a 2000-es évek második felében nagyon szórakoztató időszak, itt periodikusan változik, hogy éppen orosz-ukrán gázháborúban, vagy orosz-belarusz gázháború, ugye a két tranzitot egyszerre nem tudták kiváltani, tehát vagy a belaruszokkal volt konfliktus, akkor a belaruszokat zárták el, és akkor Ukrajnán keresztül mentek teljes kapacitással, amíg ugye megtörték a belaruszokat, vagy fordítva. Tehát ez úgy, azt hiszem, hogy úgy volt, hogy 2007 és 9 volt az orosz-ukrán gáztranzit konfliktus, és 2006, meg 2008, meg 2010 az orosz-belarusz. És igazából ez már Európa egyes részeire hatott, volt egy ilyen ébresztő hatás, de nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy ez ott megmarad a poszt-szovjet térségben, Európával ezt biztosan nem fogják megcsinálni. És akkor erre jött aztán a 2009. januári sok. Amikor ugye az orosz-ukrán gáztranzit konfliktus, az eltartott egy hónapig, és egy hónapig nem jött gáz Ukrajnán keresztül. Ugye Szlovákia, ugye ott keresztül menni a magisztrális gázvezeték miatt iszonyatos veszteséget szenvedett, 1 milliárd dollár fölött. Tehát nagyon megütötte a szlovák gazdaságot, Magyarországon sem volt annyira könnyű, de ez a 2009-es sok, ez indította el aztán Közép-Európában azt, hogy jó, akkor komolyan el kell kezdeni azon dolgozni, hogy csökkentsük a függést Oroszországtól. Érdekes módon ez akkor még nem is annyira a mennyiség csökkentésére irányult, nem is annyira ez volt a cél, hanem az, hogy itt Európán belül, Közép-Európán belül ugye alapvetően kelet-nyugat irányi vezetékek voltak, tehát ha valamelyik vezetékkel történt, valamikor észak-déli irányban nem nagyon tudtunk szállítani.
Most nyilván a csehszlovák az kivétel, mert ugye megörökölték a csehszlovák időkből. És 2009 után kezdődik az, hogy elkezdünk észak-déli irányú összekötő vezetéket, úgynevezett interkonnektorokat építeni, és nagyon ügyes volt Közép-Európa, remek visegrádi együttműködés volt annak, ebben a történetben, komoly Európai Uniós forrásokat sikerült bevonni interkonnektorok építésébe. De akkor még mindig nem tartottunk attól, hogy az oroszok tényleg nagyban kezdenének el zsarolni a földgázzal, tehát inkább azzal számoltunk, hogy tranzit konfliktusaik lehetnek, vagy a beloruszokkal, vagy az ukránok, és ezt kivédendő, nem baj, hogyha a belorusz-ukrán tranzit innenső oldalán, ugye tudunk észak-dél irányban gázt mozgatni. Nagyon optimisták voltunk ekkoriban. Azzal együtt is optimisták voltunk, hogy úgy egyébként már ekkor látszott, hogy a posztszovjet térségben Oroszország nem csak elzárja a tranzitot, hanem időnként fel is robbantja a vezetéket. Tehát 2006-ban is történt vezetékrobbantás, a 2008-as grúziai háború is megelőzte a Grúziába irányuló gázvezeték rejtélyes felrobbanása. Volt ilyen kazak viszonylatban is, volt ilyen ukrán viszonylatban is, de azt gondoltuk, hogy elképzelhetetlen, hogy ezt Európával szemben megcsinálnak. És a Krím volt az első, tehát a Krím után kezdte el néhány közép-európai ország azt gondolni, hogy tényleg a mennyiségét is csökkenteni kell, és diverzifikálni a forrást is. Ugye a legjobbak ebben a litvánok volt, akik elkezdték ugye a saját cseppfolyós gázterminájukat építeni, csillaggászati költségen, évekig mondta mindenki a litvánok, hogy ne csináljátok, nem fogja megérni, teljes agyrém az egész. De hát ők mondták, hogy nem, ők úgy gondolják, hogy ez biztonsági kérdés. És miután be tudták üzemelni ezt az LNG terminált, másnaptól kezdve a Gazpromot rákényszerítették 15%-os árengedményre. Mert ugye nem arról szólt a dolog, hogy kizárjuk a Gazpromot a litván piacról, vagy kizárják a Gazpromot a litván piacról, hanem hogy versenyeztessék a Gazpromot. De az az import csökkenés, amit Attila mutatott az előbb a grafikon, hogy a 450 millióra lementünk kb. 70 millióra, ehhez azért kellett az ukrajnai eszkaláció tavalyi sokja. Tehát a Krím az kevés volt hozzá, a Donbass kevés volt hozzá, a 7 év háború kevés volt hozzá, kellett az, ami tavaly februárban történt. Az az érdekes egyébként, hogy maguk, tehát az orosz energiacégek egyáltalán nem boldogok attól, hogy politikai eszközként használja a Kreml ugye a gázexportot, meg az olajexportot is kisebb részben. Tehát a Gazprom továbbra is szeretné eladni a gázát, vagy szerette volna eladni a gázát Európának, mert Európa jól fizető, megbízható partner volt. Ez többször volt egyébként, amikor Oroszország ilyen gázháborúkat csinált, akár Belarus, akár Ukrajnával szemben, hogy a Kreml az konkrétan rálépett a Gazprom nyakára, hogy már pedig akkor ezt kell csinálni, azzal együtt is ez a Gazpromnak veszteséget okoz. Az, amit Tamás mondott az előbb, hogy az oroszok stratégiát váltanak, és most nem Európa megfagyasztására törekszenek, hanem arra, hogy a bevételeket maximalizálják. Ez egyébként azért jó, vagy hát a mi szempontunkból azért jó, mert ezzel segítik a mi felkészülésünket a következő télre. Tehát ha véletlenül bejönne egy olyan igazi szibériai tél ide Európába, akkor is jobb esélyekkel fogunk ennek nekifutni, mint ha a Gazprom továbbra is manipulálná a leszállított mennyiségeket. Tehát abszolút egyetértek itt azzal, amit Tamás mondott, itt az orosz cél rövid távon láthatóan az, hogy megtámaszták a költségvetésnek a bevételi oldalát, és ha ennek az az ára, hogy az energiaexport politikai fegyverként való használata az gyengül, akkor ezt az árat bevállalják, mert a legfontosabb az, hogy a költségvetést nem tudják tartani. Ne felejtsük el, Oroszország egy év múlva elnökválasztást tart. Tehát, hogy nekik most ez a fontos, hogy stabilan tartják a költségvetésüket, ez nekünk valamennyire segít. És mi Magyarországon a cél? Ugye Tamás, te talán egy hete írtál egy cikket a G7-re, amiben 5 pontban összefoglaltad, hogy mi a csapdája a magyar energia helyzetnek, a kőolajellátás, a magas energiaigényű ipar, Paks 2, azt hiszem, erről talán nem is biztos, hogy sokat kell beszélni, vagy nem tudom, növekvő elektromos áramigény és a rezsicsökkentés, és hogy, na, kifejted esetleg, hogy hol van, hogyan csapdák ezek? Hát ugye ez több oldalról csapda. Tulajdonképpen én azt látom, hogy ugye több területen is Oroszországtól függünk, és valószínűleg az egyik legnagyobb gondunk az az, hogy ezeket a területeket egyszerre nem tudjuk csökkenteni. Ugye talán a legnehezebb feladatunk egyébként a gázban van, mert hogy gyakorlatilag a földgáz függésnek a csökkentéséhez egyrészt valamit kellene kezdenünk ezzel a hosszú távú orosz szerződéssel, amit 2021-ben kötöttünk, és ami 15 évre szól,
ami bizonyos értelemben minket röghöz köt. Ugye Oroszország egyetlen egy szerződést nem rúgott fel az Európai Uniós tagállamok között, ez Magyarországgal levő szerződése volt, amit ugye 2021-ben kötöttünk. Az összes többi szerződést gyakorlatilag valamilyen szinten az oroszok felmondták, azzal, hogy nem a előre megbeszélt, előre lerendelt mennyiséget küldték el. Tehát tulajdonképpen mi nekünk emiatt ebben a főleg ebben a földet van egy ilyen csapdahelyzet, de valahogy az egész politikánkat egyébként ehhez változtatni kéne, hogy ebből ki tudjunk lépni, mert ehhez, hogy ezt a függést csökkentsük, lényegében a szomszédos országokkal kellene jó viszonyban lennünk, elsősorban mondjuk Horvátországgal, ahol ugye van egy cseppfolyós földgáz terminál, jóba kell lennünk Romániával, hiszen ott előbb-utóbb nőni fog a földgáz termelés, jóba kell lennünk gyakorlatilag Szerbiával, mert abból az irányból ugye érkezhet szintén tranzit, de jóba kell lennünk mondjuk Ausztriával, illetve Szlovákiával is, mert abból az irányból is tudunk diversifikálni. Tehát egy teljesen más külpolitikai felállást kellene egyébként megvalósítani ahhoz, hogy például a gázban ezt a diversifikációt megvalósítsuk. Kőolajban némileg könnyebb a helyzetünk, mert ott már van egy létező vezeték, az Adria kőolajvezeték, aminek egyébként szükséges valami fajta bővítése ahhoz, hogy teljesen el tudjanak minket látni, de ez nem egy nagy feladat. Itt is viszont az van, hogy Horvátországgal a politikai viszont rendezni kellene. Ugye több pont is van, ami például az energetikában vannak vitás területek, egészen odáig eljut ez a dolog, hogy Hernádi Zsolt személyében mi lesz, hiszen a Hernádi Zsoltot jogerősen elítélte egy horvát bíróság, Magyarország viszont nem adta őt ki. Tehát ez is egy nagyon fontos és nagyon kulcskérdés. Tehát ez a több terület az, ami miatt ez a leválás szerintem az egyik legnehezebb dolog az orosz energiahordozóktól. És valahol azt látom egyébként, hogy Magyarország talán túlzott mértékben is ragaszkodik ez a mostani pozícióhoz, hogy mi bizony Oroszországtól szeretnénk kapni nyersanyagot. Mindenki más gyakorlatilag Európában valamilyen szinten már diversifikált. Tulajdonképpen még van országok is, akiket egy-másfél éve azt mondtuk volna, hogy soha nem fognak az oroszoktól tudni leválni, például Németország, ami ugye gáz igényének több mint a felét onnan vette, meglepő módon egy másfél év alatt teljesen le tudott válni Oroszországtól. Tulajdonképpen mi egy kicsit kaptojások vagyunk jelenleg, tehát mi ezen az úton nem indultunk el olyan mértékben, mint bárki más itt Európában. Attila, úgy látom. Igen. Annyit mindenképpen szerettem volna hozzátenni ehhez is, amit a Tamás mondott, meg amit az András utalta, ugye a 2009-es első valódi leállás ezen a vezetéken, ami gyakorlatilag tehát azt megelőzte egy 2006-os, az egy ilyen részleges korlátozás volt, és akkor úgy döntött az akkori Magyarországgyűlés, 2006-ról beszélek, nagyjából 98%-os többséggel, hogy Magyarország esetében először is gondolkodni kell az infrastruktúrális kapcsolatok kiépítésében, másrészt létre kell hozni egy stratégiai földgáztárolót, aminek az a feladata, hogy amennyiben ellátási probléma van, akkor be tudjuk vetni. És 2009-ben, amikor tényleg bekövetkezett ez a leállás, addigra kész volt ez a földgáztároló, és a földgáztároló segítségével sikerült viszonylag könnyedén átvészelni, anélkül, hogy bárkit korlátoztak volna Magyarországon a földgáz ellátást. Ugyanakkor 2009-et követően és 2009-ben határozottan elindultak azok az infrastruktúrális vezeték kapcsolat kiépítések, amelyek először Horvátország és Románia esetében teremtette meg a csővezetéki kapcsolatot, az igazsághoz hozzátartozik, hogy akkoriban még csak kifelé teremtette meg a kapcsolatot, majd később megépült, 2014-ben lett átadva, ha jól emlékszem, a szlovák-magyar vezeték, ami gyakorlatilag azt eredményezte, hogy a 2000-ben létrehozott osztrák kapcsolaton kívül gyakorlatilag valamennyi szomszédos országgal megteremtettük az infrastruktúrális kapcsolatot, és akkoriban még valóban az volt a cél, hogy valamilyen úton, módon igyekezzük magunkat függetleníteni ettől az orosz kapcsolattól, ezért eléggé érthetetlen is volt az, hogy 2021-ben miért kellett egy 10 plusz 5 éves újabb hosszú távú gázszerződést megkötni, hiszen mindenki azt várta az iparon a kereskedelmen belül, hogy mikor szabadulunk már meg ettől a eléggé terhes és minket kiszolgáltatottá tevő hosszú távú szerződéstől, aminek ugye az a sajátossága, azon kívül, hogy persze ellátás biztonsági szempontból nagyon fontos, és nagyon lényeges, hogy hosszú távú szerződés
az számunkra garanciát jelent az ellátásra, ugyanakkor gyakorlatilag le is köt minket, hiszen az a 4,5 milliárd köbméteres mennyiség, amit évente el kell hoznunk, többé-kevésbé valamilyen rugalmassággal, de azért ezt a mennyiséget, ami Magyarország teljes éves fogyasztásának durván a fele, az bizony egy az egybe az oroszokhoz köt minket. És ez a dolog azért is érdekes, mert éppen a 2018-ot emlegette Tamás, 2018-ban a román gáz esetén Orbán Viktor halálosan, büszkén így fogalmazott, hogy kellő szerénységgel, de megfelelő büszkeséggel jelentem be, hogy 2022-re megszűnik az orosz gáznak való kiszolgáltatottságunk. Most 2023-ban nem szűnt meg, ezzel szemben megkötöttünk egy 2021-es újabb hosszú távú szerződést, mert hogy időként a miniszterelnök számára, én nem tudom, hogy kik és hogyan sugnak bizonyos információkat, de abszolút azt gondolják, hogy mondjuk, hogyha a románoknál felfedeznek egy gázmezőt, akkor azt teljes egészében Magyarországon fogják értékesíteni. Már csak azért is, mert magyar cégek nyertek. Na most, és itt érdemes egyébként azokat a sztereotípiákat egy kicsit lerombolni, az emberek nagyon szívesen hiszik azt, hogy az a gáz, ami Magyarországra bejön, az mind a magyar fogyasztóknak jön, ami a magyar földgáztárolókban az van, mind a magyar fogyasztókat szolgálja, holott ez közel sincs így, hiszen egy teljesen liberalizált és jól szabályozott piacról beszélünk. Ebből következően például a román gázra beadott előaukciók során, ugye magyar cégek nyerték az első három helyet, de ők nem a magyar fogyasztók számára akarták ezt eladni, hanem egész egyszerűen el akartak jutni vele az európai fogyasztókhoz, hiszen a sokat emlegetett gázkereskedő cégek jellemzően nem csak Magyarországon kereskednek földgázzal, még akkor sem, hogyha egyébként rajtunk keresztül megy a gáz. Ez abból is látszik, hogy egyébként a földgáz szállító vállalatnak az éves forgalma gyakorlatilag, ha jól emlékszem, tavaly 17 milliárd köbméter volt, ami majdnem a duplája annak, mint amennyit Magyarország elfogyasztott. Tehát a tranzitálás része az bizony egy jelentősnek mondható, és az is igaz, hogy akkor a 2018-as Orbán Viktor féle vállalás az nagyon nem sikerült, hiszen sem román gáz nem érkezett ide, amit persze aztán a tavalyi, én emlékszem rá, a tavalyi kampány során Szijjártó miniszter mindig ezzel kampányolt mindenhol, hogy az amerikaiakkal ő személyesen próbált beszélni, és hát sajnos ezek az amerikaiak tehetnek róla, hogy nem jött el a gáz. Ennek semmi köze ahhoz, hogy az amerikaiak mit akarnak. A román parlament nem hozta meg azt a döntést, ami alapján az amerikaiaknak megérte volna ebbe egy nagyon komoly fejlesztést beletenni, hiszen azt azért ne felejtsük el, hogy ott egy mélytengeri fúrásról van szó, aminek a költségei többszörösei annak, mint például Magyarországon, akár a legdrágább fúrás is, ha veszük alapul. És ugye ezzel a 15 éves szerződéssel még az is probléma, hogy nem biztos, hogy annyi gázra, és nem biztos, hogy annyiért lenne szükségünk majd 15 év múlva, mert reméljük, hogy más energiaforrások is lesznek, amire mindjárt rátérünk. De még egy utolsó kérdés ebben a kitettség témában, hogy a tavaly, amikor a Lengyelországban, Varsóban járt a magyar államfő Novák Katalin, akkor a lengyel miniszterelnökkel is találkozott, ha jól emlékszem, és ő szóvá tette ezt az orosz energiának való kitettséget, mire Novák Katalin megpróbált elegánsan válaszolni, de a lengyel miniszterelnök azt mondta, hogy pontosan levezethető, hogy hogyan lehetne Magyarországnak leválni az orosz energiafüggőségről, vagy az orosz energiáról. És nektek mi a szakmai véleményetek, hogy hogyan, milyen lépéseket kellene vagy lehetne megtenni? Mert hogy most ez miért van így, azt megvitathatjuk, de azzal lehet, hogy nem megyünk előrébb. Azzal viszont igen, hogy mit kellene és mit lehetne tenni? Mi legyen az első lépés, második, ötödik, hogy látjátok? Talán annyit mondanék erről a dologról, hogy ez egy kicsit komplexebb ügy. Tehát először is ki kellene találni, hogy Magyarország milyen irányban haladjon energiafelhasználásban. Van egy ábrám, talán ilyen megosztom én is, hogy hogyan alakult például a magyar ipar energiaigénye és a hozzá kapcsolódó kitermelés az elmúlt időszakban. Remélem be tudom ezt itt hozni, mindjárt kitalálom, hogy ez hogy megy. Kis türelmet. Jó. Igen, talán itt most látszik. Tehát itt ugye a kékszínű ábra, nem tudom, remélem látjátok, a kékszínű ábra mutatja azt, hogy a magyar ipari termelés miként alakult. Ez a narancssárga vonal pedig azt mutatja, hogy ugye ehhez kapcsolódó
energiafogyasztás miként alakult. Ugye látszik jól, hogy valahol ez az összefüggés 2010 körül megváltozott, addig ugye az ipar nőni tudott, miközben az energiafelhasználása az iparnak csökkent. 2010-től azonban ráálltunk egy ilyen nagyon energiaintenzív ipari irányra, tehát gyakorlatilag a magyar ipar egy nagyon energiaaktív, vagy egy komolyabb energiafelhasználás irányába megy el, és ugye most is az új gyárak, amik bejönnek, főleg ezek az akkumulátorgyárak, ezek ezt a fajta energiaintenzitást még nagyobb mértékben növelik, mint korábban. Tehát első dolog, amit végig kéne gondolni, hogy milyen irányba szeretnénk menni. Én azt gondolom egyébként, hogy az energiaintenzív irány nem túl okos ötlet Magyarországon, egy olyan országban, ahol egyébként alapvetően energiaszegénység van. Tehát szerintem egy szolgáltatás irányú iparfejlesztés vagy egy gazdaságfejlesztés sokkal jobban illenne az ország képességeihez. A másik kérdés, ha tudjuk azt, hogy mennyi kell, és hova akarunk eljutni, hogy akkor ezt honnan szerezzük be, és hogy milyen irányban diversifikáljunk, az látszik, hogy egy lábra tenni az nem túl jó ötlet. És egy kicsit hozzáfűzzek ahhoz, amit ugye András már mondott. 2014-es krími annexió után Európa ebbe az orosz függésbe ketté vált. Egyrészt Lengyelország és a Baltikum elkezdett ezerrel diversifikálni, azt mondták, hogy az oroszok előbb-utóbb jönni fognak fiúk. A németek ezzel szemben megkötötték az Észak-Áramlat 2 szerződést, azt mondták, hogy a németek, hogy gyakorlatilag az oroszokkal ki lehet majd egyezni, a Krím megvan, itt jól laktak, az oroszok is nem fognak tovább jönni. Hát ugye látszik azt, hogy a történelem inkább ugye a lengyel utat erősítette, és hát sajnos Magyarország pekkére alapvetően német utat követte. Tehát gyakorlatilag mi az energia kitettségünket tovább fenntartottuk, vagy akár növeltük is Oroszország felé. Tehát én azt hiszem, hogy egy diversifikációra szükség lenne minden irányból. Tényleg, ahogy mondta Attila, a szomszédos országban megvannak az interkonnektorok, ez igaz egyébként villamos energiára, igaz a földgázra is. A feladat az, hogy megtaláljuk azt a gázt a szomszédos országban, amit meg tudunk vásárolni. Ehhez pedig egy egészen más külpolitikára van szükség. Én azt hangsúlyozom, hogy nagyon fontos lenne ezekkel az országokkal jóba lenni. Nyilván ez nem egy könnyű feladat, mert történelem egy Trianonnak van egy borzasztó háttere ilyen értelemben, de én azt hiszem, hogy ennél azért sokkal többet lehet tenni, mint ami most tesz a magyar kormány. Egy egészen más irány kellene ebben szerintem tenni ahhoz, hogy ez egy diversifikált ellátást legyen. És ugye addig, amíg megvalósulnak azok a stratégiai döntések, amiről Tamás beszélt, tehát kitalálnánk, hogy milyen magyar ipart szeretnénk, meg honnan szerezzük be az elszükséges energiát. Bizonyos dolgokat ezeknek a stratégiai döntéseknek a meghozatala előtt is meg lehet csinálni. Az első és legfontosabb az, hogy a fogyasztást lehet csökkenteni, tehát a lakossági fogyasztást. Annál is inkább, mert ha bármi történik az energiaellátással, ugye az ipari szereplők, akik mondjuk gázzal működnek, az előbb elhangzott, például egy finomító, az, vagy egy gyógyszergyár, annak van egy olajtartalék, az vész esetén át tud állni. Ez adott esetben tényleg egy kapcsoló. De a lakossági gázfogyasztást azt nagyon nehéz kiváltani. Tehát, hogyha bármi történik, ha eljutunk oda, hogy a lakosság gázfogyasztását korlátozni, az egy nagyon komoly probléma. Annál is inkább, mert ugye egy elektromos áramellátást le lehet kapcsolni, meg vissza lehet kapcsolni. Ez is csak egy kapcsoló. De ha mondjuk eljutunk oda, hogy a lakosság gázfelhasználását korlátozni kell, nem lehet csak úgy lekapcsolni egy társasházat. Mert ugye a visszakapcsoláshoz oda kéne menni a gázművek szakembernek, és minden egyes tűzhelyet megnézni, hogy tényleg el van ez zárva, mielőtt visszakapcsoljuk a társasházat, ellenkező esetben Mari néni felrobbantja magát meg az egész házat az nyújtóval. Tehát amilyen irányba el kellene mozdulni tegnaptól, az a lakossági energiafelhasználás, és elsősorban a gázfelhasználásnak a csökkentése. Most nyilván lehet ezt prohibitív árazással csinálni, ugye ezt látjuk a rezsicsökkentés csökkentésen, de a lakosságnak az a része, ami mondjuk annyira energiahatékonytalan, ez csúnya, tehát annyira nem energiahatékony épületben él, hogy nem tudja ténylegesen kifizetni ezt a megemelt fogyasztást, akkor az lakosságnak az a része fázni fog, rosszabb esetben átáll arra, hogy szeméttel és döglött macskával fű. Tehát ahova ki akarom ezt futtatni, megint nem a meleg vizet kell föltalálni, tehát meg lehet tanulni a baltiaktól, meg a lengyelektől, meg a finnektől, ahogy ezt csinálták, az épületek, a lakóépületek energiahatékonyságát kellene növelni. És igen, ebbe bele lehet tenni állami pénzt, ugye emlékszem még a panelprogramra, én panelben lakom, pont nem panelprogramos panelben, de szerettem volna olyanban,
Tehát volt a panelprogram, ez működik, tehát lehet bele így állami forrást tenni, lehet bele kedvezményes hitelt tenni, mindenfélét lehetne csinálni, mert bármilyen irányba megy majd hosszú távon a magyar energiamix, meg hogy mire használjuk az ipart, meg mekkora az ipar részesedése, az, hogyha a lakosság fogyasztását tudjuk csökkenteni, abból baj biztosan nem lehet. És ráadásul, ha ezt okosan tudjuk csinálni, akkor ezzel magyar kis- és középvállalkozók százal juthatnak lehetőséghez, ugye ténylegesen az épületek modernizálásában. És megint, ehhez nem kell Nobel-díj, ez ki van találva. Számos más ország már megcsinálta. Tehát ez az, amit hol vagy tegnaptól el lehetne kezdeni, még azelőtt is, hogy meghozzuk azokat a stratégiai döntéseket, hogy mondjuk kell-e akkumulátorgyár, meg ilyenek. És ha már itt tartunk, akkor rá is tenni kell az energiafelhasználás problémára. Ugye nem csak az a probléma, vagy nem csak az a kérdés, hogy honnan van és milyen energia jön, hanem hogy mennyi energiát használunk, és hogyan használjuk fel, és hogy erre hol pazarlunk leginkább az energiával. Az épületeknél. Csak a lakóépületeknél, mindenféle épületnél. Tehát, és ugye kapcsolódva az, amit az András mondott, valójában nem kellene itt új stratégiát kitalálni, hiszen a korábban lefektetett energiastratégiák, azok mind azzal kezdődtek, hogy gyakorlatilag rögzítették, hogy a legolcsóbb energia az el nem használt energia, és Magyarországon is egyébként, Közép-Európában jellemzően nagyon rossz az épület hatékonysági mutató. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az épületeink 70%-ánál, és nem csak lakóépületekről beszélek, hanem intézményekről is, a 70%-nál a felhasznált energia 40%-a veszendőbe megy. Ha csak ezen tudnánk csökkenteni, az azt jelenteni, hogy gyakorlatilag 20-30%-kal tudnánk csökkenteni a földgáz felhasználását a lakosságnak. Ennél jobb megtakarítás nem nagyon van. És hogyha csak abba gondolunk bele, hogy micsoda pénzeket osztottunk ki, vagy osztottak ki ez a kormány, elég sok minden másra is pocsékolt el, ha ezeket a pénzeket csak úgy simán odaadtuk volna az embereknek, nem bonyolult különböző pályázati rendszerekkel, amit a kis falvakban lakók nem is értenek, hogy hogy lehet kitölteni, arról nem is beszélve, hogy mire kiírják a pályázatot, 20 perc múlva elfogyott az arra kiosztott pénz, és érdekes módon a NER közeliek azok mindig valahogy részesülnek ebből, hanem csak simán gondolkodás nélkül azt mondtuk volna, hogy ekkora ház, nagyjából ekkora pénz, tessék, itt van, szigeteld, és csak erre használhatod föl, már előrébb lennénk ebből a szempontból, és nem lennénk annyira kiszolgáltatva, például Oroszország importnak. Ugye mindig azon szoktam magamba mosolyogni, amikor arról beszélünk, hogy például a hazai termelés hány százalékát teszi ki a magyar fogyasztásnak. És ez mindig azt szerint változik, hogy éppen mennyit fogyaszt az ország. Tehát ha keveset fogyaszt az ország, akkor hirtelen a hazai termelés, most például ott tartunk, hogy 25-26 százalékát adja a mai napi fogyasztásnak. Pedig a hazai termelés nem változott érdemben, sőt, ugye az előbb, amit elkezdtem mondani, 37 óta termelünk szénhidrogént, hát bizony a vezőink jelentős része mindenféle összeesküvés elmélettől eltérően, azok leszálló ágban vannak, az utolsó életciklusukat töltik, tehát az a 1,5 milliárd köbméter, amiről ugye könnyedén kimondta a Gulyás miniszter, hogy akkor felemeljük 2 milliárdra, erre csak egyszerű kérdésre lehet válaszolni. Ha ez ilyen egyszerű, akkor eddig miért nem tettétek meg? Mert nem olyan egyszerű. Tehát az alapprobléma valóban az, hogy a felhasznált energián kell csökkenteni, és nem azon igyekezni, amit a külügyminiszter rendszeresen kiabál a tévébe, hogy neki az a feladata, hogy 10 milliárd köbméter földgáz keressen Magyarországnak. Nem. Neki az lenne a feladata, hogy olyan technológiákat, technikákat hozzunk be, például külgazdasági miniszterként, mondjuk a skandináv országokból, ha jó lenne velük a diplomácia és egyéb gazdasági kapcsolatunk, amelyik alapján jelentősen tudnánk csökkenteni a magyarországi energiafelhasználást. Ez lehet az út, meg az, amit a Tamás mondott az ipar kapcsán, az ipari jelenlegi ipari felhasználók annyira eszik az energiát, ugye 2010-től kezdődően borzasztóan felszaladt az ipari fogyasztóknak az energiafelhasználása, rossz az energiahatékonysága az iparnak, és ez abban mutatkozott meg, hogy éppen nemrégen láttam egy ezzel kapcsolatos kimutatást, a magyar ipar csak a 2022. augusztustól tartó időszakban, ugye decemberig tartó időszakban 47%-kal csökkentette a földgáz felhasználását, ami azt jelenti,
gyakorlatilag annyira kiszolgáltatott ezeknek az alapvetően importon alapuló energiáknak, hogy képtelen bármiféle megoldást találni, márpedig ilyen megoldás nélkül nem fogunk előrejutni. És ehelyett, hogy ezen a megoldáson gondolkoztunk volna, és megfelelő jó nemzetközi gyakorlatokat hozunk be technológiával, technikákkal, gépekkel, berendezésekkel és gyárakkal együtt, ehelyett ide hoztunk most megint olyan gyárakat, amelyek nemhogy csökkentenék a kiszolgáltatottságunkat, de tovább fogják növelni. Mert hogy az energiát termelése, energia, így nagyobb, még nagyobb energiaigényen lesz. Akkor most segítsetek, lefordítom ezt, amit most mondtatok, hogy épületekben és iparban pazarlunk rengeteget, és nem arra figyelünk, hogy hogyan nem lehetne pazarolni, hanem arra, hogy hogyan szerezzük be, amit elpazarolhatunk. Mi, van erre javaslatotok, szakmai javaslat, hogy mit lehetne, vagy mit kellene csinálni? És akkor ezt egy kicsit szét is szálaznám, egyrészt, hogy van a politikai döntéshozatal, meg vagyunk egyébként átlagemberek mindannyian. És tudom, hogy nem az átlagember fogja megváltoztatni az energiafelhasználásnak a mikéntjét, vagy az energiabeszerzésnek a mikéntjét, de hogy mondjuk, ha foglalkozunk ezzel, jó lenne elérni azt, hogy fájjon annyira, hogy legyen ebben politikai akarat, hogy legyen benne változás. Szóval mik a javaslataitok? Hogyan lehetne? Hadd fűzzem egy kicsit tovább azt, amit Attila mondott. Van Magyarországon egy politikai termék, ez a rezsicsökkentés, ami tulajdonképpen szerintem valahol az egész energiaátalakulásunknak a legnagyobb akadálya. Ugyanis ez egy rendkívül erős politikai termék, tehát én láttam emlékszem egy ilyen kutatást itt a 2022-es választás után, ami azt mutatta meg, hogy a választóknál az első helyen volt a politikai üzenetek között az, hogy rezsicsökkentés legyen. Ráadásul ez nem egy új keletű dolog, én emlékszem a 2002-es választási kampányban Lendva Ildikó ugye azt mondta, hogy úgy mondom, hogy mindenki megértse, nem lesz gázáremelés. Tehát ez egy borzasztó erős, a magyar embereknek egy rendkívül fontos dolog. Most ez az egyik legnagyobb akadálya például annak, hogy ezt a bizonyos szigetelést megtegyük, mert ha rezsicsökkentés van, ha be van fagyasztva az ár, akkor nincs igazából arra ösztönző, hogy ezt a szigetelési munkákat megtegyük. Ráadásul ez folyamatosan szívja le az állam, illetve mondjuk a nagy állami energetikai cég, például az MVM forrását. Az MVM-nek most részben azért sem tudunk levágni az orosz gáztól, mert nincs anyagi forrása ahhoz, hogy a külföldi projektekben részt vegyen. Mondjak egy konkrét példát, a horvát LNG terminál bővítéséről most van szó, már lehet hallani, hogy az osztrákok előrébb vannak, mint mi. Többek között azért, mert az MVM kezében nincs az anyagi eszköz, amivel ők részt tudnának ebbe a projektbe venni. Nem tud fejleszteni, nem tud beruházni. Jó lenne ebbe részt venni államilag, mert hogy az gyakorlatilag nekünk előnyt jelentene ahhoz a gázhoz. Tehát, hogyha mi abba beruházunk, akkor a kapacitásokhoz is sokkal jobban hozzá tudunk jutni, mint hogyha nem ruháznánk be. De hogy gyakorlatilag az MVM-nek folyamatosan havonta tölteni kell a kasszáját ebből a bizonyos rezsicsökkentés vagy rezsivédelmi alapból, egyszerűen azért, mert az eladott termék az nem fedezi lényegében a beszerzésnek a költséget, tehát mindig drágában vásárolja a földgázt, az elektromos áramot ez a cég, mint amennyire el tudja a lakosság felé adni. Tehát több oldalról is ez lényegében megakadályozza ezeket az átalakulásokat. Tehát én valahol azzal kezdeném, hogy ezt a rezsicsökkentést áttenném egy valami szociális alapra, tehát hogy gyakorlatilag mindenki piaci árat fizessen, és bizonyos rétegeknek pedig ebből a piaci árból adnék egy jelentősebb kedvezményt, hogy ne fagyjanak meg, ne tudjanak elektromos áramot használni, tehát hogy tudják ezt az energiát felhasználni. Valahol ez lenne szerintem az első lépés ennek a dolognak. Mondom, ez egy borzasztó nehéz politikai döntés, tulajdonképpen a rövidtávú politikai akarattal és a rövidtávú politikai érdekkel mélyen szembe megy. Mi lehetne még? Csak annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ugye amikor én 2012-ben volt szerencsém a minisztériumban dolgozni, az én javaslatom pont arról szólt, mint itt a Tamás a végén mondott, és ez lehetne a leggyorsabb, amivel tudnánk tenni. Én pontosan tudom, és tökéletesen egyetértek vele, hogy a rezsicsökkentés, mint olyan, az politikai termék. Ugyanakkor nem egy ördögtől való dolog, hogy a lakosság számára valamilyen szabályozott módon villamosenergiát és földgázt juttatunk szabályozott áron.
De ebben, hogyha abban tudnánk előrelépni, hogy például több sávos rendszer legyen, és ebben a sávos rendszerben nem az számítana, hogy ki, tehát az is számítana, hogy ki mennyit fogyaszt, meg az is számítana, hogy kinek milyen a szociális helyzete. Hogyha ebbe az irányba el tudnánk menni, akkor már tudnánk abba az irányba segíteni az embereknek, hogy maradjon náluk pénz például a jövőbeni megtakarításra, különösen, hogyha ezt motiválná mondjuk egy jövőben elérhető, olcsóbb sávba való, vagy alacsonyabb sávba való átkerüléssel, amennyiben bizonyos beruházásokat megtesz. A másik, ami nagyon fontos, tudatilag kell az embereket rávenni. Én tudom, György, amit te mondtál, hogy nem az egyedi fogyasztó fogja megváltoztatni, de az fogja megváltoztatni, a gondolkodás fogja megváltoztatni, mert én mindig arra szoktam utalni, hogy voltam benne egy olyan vizsgálatban, ami azt nézte, hogy azoknál a helyeknél, közép-európai országokat vizsgáltak, azoknál a lakossági fűtéseknél, ahol van lehetőség arra, hogy szabályozzák, tehát vagy egy ilyen tekerő a gázkonvektoron, vagy egy egyszerű termosztát, hány százalék használja. És döbbenetes volt Magyarország esetében, mindössze 26% használja. Tehát nem arról beszélek, ahol nincsen szabályozási lehetőség, ahol van. És a dolog érdekessége az, hogy nálunk még rosszabb helyzetben voltak például a lengyelek, ott csak 21% használta. Ez azt jelenti, hogy még azzal sem élünk eléggé, ami a kezünkben van. És ehhez nem kellene más. Én tudom, hogy voltak annak idején, hogy a 70-es évek végén volt ez a forgó-morgó nevezetű csoda az Alfonzó hangjával, ami egy nagyon jópofa reklám volt, csak mindenki meghallgatta, legyintettünk rá, gyerekek élvezték, de egyébként nem nagyon tettünk érte semmit. Ehhez pedig az kell, hogy az emberekbe tudatosodjon, hogy olcsó energiakorának régen vége van, még akkor is, hogyha az elmúlt most már 10 évet abban a hazugság felhőben töltöttük, hogy van olcsó energiára lehetőség, nincsen, az energia drága, hogyha lemegy az ára a piacon akármi miatt is, az előbb-utóbb megint valami hiányt fog előidézni, tehát megint egy drága energiával fogunk szembesülni, tehát mindig oda fut ki a dolog, amit Tamás is mondott, hogy egész egyszerűen rá kell venni valahogy az embereket, és egyébként a cégeket arra, hogy kevesebb energiát fogyasszanak. És hogy az a kérdés, hogy hogyan lehet rávenni az embereket, és én ebben, ha megengedtek véleményt hozzá, mert hogy hadd legyen az is, hogyha fáj eléggé, akkor fogok cselekedni. Illetve, hogyha olyan modelleket látok, amikor azt érzem, hogy ciki nekem nem csinálni, de ezeket a modelleket meg kellene mutatni valószínűleg. Van-e még tippetek ehhez? Ugyanennek a történetnek lehet egy, tehát a fájjon eléggé, mint motiváció mellé, ez alapvetően egy negatív ösztönző. Emögé hozzá lehet tenni még pozitív ösztönzőket is, akár például a klímaváltozás elleni küzdelmet behozni, mint motiválást. És ez nyilván, tehát ez oktatástól érdemes elkezdeni, ténylegesen az iskolai fizika oktatástól kezdve. Hogy természetesen nyilván nagyon hasznos, ha mindenki megtenni, hogy a ferdehajítást hogyan kell kiszámolni, de ezzel együtt, ha mondjuk egy picit tanulunk arról, hogy hogyan működik egy fűtési rendszer, meg mit jelent a szigetelés, ezt már be lehetne hozni az oktatásba. Ténylegesen a dolog tudományos részével, fizika órán be lehetne hozni a klímaváltozás elleni küzdelem részén, akár földrajzból, akár biológiából, be lehet hozni állampolgári ismeretekből, és ténylegesen kezdettől fogva rászocializálni a lakosságot. Nyilván ez egy 20 éves projekt. De ezzel együtt is, tehát az, hogy 20 éves kifutása van, az nem érve arra, hogy ne kezdjük el. Mert ugye különben sohasem itt nem kezdenénk el, tehát ez egy logikai baki azért a dologban. És ténylegesen a cégeket is lehet motiválni, akár pozitív ösztönzőkkel, akár negatív ösztönzőkkel, akár a prohibitív árazás kiterjesztésével, szintén Attila által mondott többsávos megközelítéssel, tehát nagyon sok mindent lehetne csinálni, és ténylegesen az államnak is rengeteg eszköze lenne, amit valami furcsa módon nem használ, vagy nem jól használ. Nem csak gázról beszélünk, beszéltünk üzemanyagfogyasztásról is. Nekem nagy kedvencem ez az adat, hogy Magyarországon az autópark átlagos életkora 14 év fölött van. Na most ehhez képest, amikor adunk új autó kedvezményt arra, hogy a nagycsaládosok vehessenek normális autót, ez tök jó. De lehetséges, hogy ezt nem csak új autóra lehetne adni, hanem mondjuk egy 5 évnél fiatalabb autóra, és akkor rögtön nem csak a leggazdagabbak tudják megvenni. Viszont ezzel együtt is lehetne modernizálni az autóparkot, kicsit kevesebbet fogyasztó, kicsit gazdaságosabb gépkocsikat vásároltatni. Ugyanez háztartási eszközök modernizálásával, hogy ne gémek, H energia hatékonyságú háztartási gépek legyenek,
hanem ugye megbízható szaratagot, ami persze tényleg megbízható, egy atomerőmű kell ahhoz, hogy működjön, viszont 200 évig fog működni, tehát hogy a szaratov hűtőgépet le lehessen cserélni valami picikét modernebbre. Tehát állami eszközöket is bele lehetne ebbe tenni, és ha okosan van ez kalibrálva, akkor helyi kis- és középvállalkozások juthatnak ebből lehetőséghez. Tehát itt tehát a sok kicsi sokra megy logika, az igenis működik. És még egy dolog szintén a pozitív ösztönzők felé, ugye ez a magyar kormányzat, ez nagyon sok mindenben eléggé megkérdőjelezhetően teljesít. Egy dologban szerintem világbajnokok vagyunk, ez a propaganda. Tehát olyan propaganda apparátusunk van, ami szerintem még Oroszországban sincs. Na most ezt a propaganda apparátust most nyilván lehet obligás sorosozásra használni, de adott esetben akár pozitív dolgokra is lehet használni. Nem ördögtől való egyébként. Tehát ha visszaemlékszünk a koronavírus járványra, akkor ez a propaganda apparátus arra egyébként jó volt, hogy a nettó életveszélyes, oltás ellenes narratívákat nagyon-nagyon el tudtuk nyomni. Nagyon-nagyon el lehetett vele folytani. Tehát lehet ezt az apparátust jóra is használni, remekül el tudnék képzelni energiahatékonysági kampányokat. És bele lehet tenni influencereket, bele lehet tenni mindenfélet, hogy lekapcsoln a villany, szexi. Jó, most nyilván nem ezzel fog marketing nagy díjat nyerni, de ezzel együtt ezt a logikát, ezt nyugodtan lehetne használni, és ráadásul plusz pénzbe nem kerülne. Arról nem beszélve, hogy ugye, szeretünk bizonyos időközönként új kampányokat elkezdeni, ha kell, hanem, hogy ugye baráti cégek megrendeléshez juthassanak, most akkor csinálnak energiahatékonysági kampányokat. Rengeteg mindent lehet tanítani a lakosságnak. Én máig emlékszem, én 3 évet éltem Finnországban, nekem revelatív volt, hogy milyen sok pici apró trükkel tudnak spórolni a finnek. Hihetetlen sokat tanultam ott ebben a 3 évben. Biztos, hogy át lehetne ültetni egy csomó dolgot pusztán a mindennapi gyakorlatok átvételével. Igen. Egyet hadd tegyek még hozzá. Ugye az Európai Uniónak azért a szent célja, ha még emlékszünk rá, még itt az a háború előtt, azért mindenképpen a nettó zéro, ugye nettó karbonsemlegesség 2050-re. Tehát ha az Európai Unióval rendeznénk a viszonyt, gyakorlatilag végtelen mennyiségű pénzt kapnánk energiahatékonysági projektekre, vagy legalábbis annyi pénzt, amit tényleg meg lehetne Magyarországnak oldani ezt a kérdést. Én is azt számoltam egyszer egy ilyen nagyon egyszerű számítással, hogyha a végszigetelnénk az összes magyar otthon, akkor gyakorlatilag a felére csökkenne a háztartásoknál a gázfogyasztás. Tehát, hogy hatalmas tére van itt a lehetőségeknek, és én azt gondolom, hogy ha az Európai Unióval való jó viszony és a forrásoknak a megszerzése, ezt tulajdonképpen tudná ezt anyagilag is biztosítani. Tehát ez akár egyébként nagyon jó kampányt is lehetne építeni, ebből az egyébként nagyon fura rezsicsökkentésből lehetne egy ilyen alacsony rezsijű országot átalakítani, ha ezt politikailag ügyesen menedzselni. És ahhoz, hogy ezt hogy lehessen csinálni, azért, hát ugye Györgyi, neked, mint kommunikátor, a legfontosabb, az embereknek meg kellene érteni, hogy jut el hozzájuk az energia, hogy működik az energiarendszer. Borzasztó tévképzetek vannak arról, meg persze elindulnak mindenféle összeesküvés elméletek, most éppen körbejárta a netet ez a makói árok újbóli föllángolása, meg víz van alattunk, meg gőz van alattunk, meg minden egyéb, és ez éppen azért, mert túl misztifikáltuk egy kicsit magát az energiarendszert, holott le lehet fordítani az emberek nyelvére úgy, hogy ők ezt valóban értsék, és ne csupán értsék az ezzel kapcsolatos lehetőségeket, hanem hogy a kampány része legyen az is, vagy a propagandának része legyen az is, hogy az, hogy önökhöz például hogy jut el a villamosenergia, ahhoz ezt kell csinálni, és ilyen is ilyen szereplők vannak, és akkor nem azzal jönnek az emberek, hogy egyáltalán minek rendszerhasználati díj. Mert nem értik, hogy a rendszer használatát azt működtetni kell. Mint ahogy azt sem sokan értik, hogyha neki napeleme van a háztetőn, ő nem azt a napelem által megtermelt energiát fogja elfogyasztani, amikor éppen hazajött munkaidő után, hanem azt, amit egy másik erőmű termelt meg, amelyiknek le kellett addig állni, amíg az ő napeleme nagy mennyiségben termelt, mert a jelenlegi rendszer nem alkalmas arra, hogy például eljuttassa könnyedén másfelé nagyobb fogyasztókhoz. Az emberek megértik azt, hogy működnek ezek a folyamatok, akkor azt is látják, hogy ebben a folyamatban nem egyedüli szereplő a fogyasztó. És ezt kellene megérteni mindenkinek, hogy egy igazán jól és harmonikusan működő rendszer legyen az bármilyen rendszer. Ugye én mérnök vagyok, és ebből következően mindent mérnöki alapon igyekszem megközelíteni.
úgy működik jól egy rendszer, hogyha az abban valamennyi résztvevő komfortosan érzi magát. Hogyha kikerül valamelyik rész a komfortzónából, akkor abban a pillanatban valakinek a kárára valaki előnyhöz jut. És ugye azt láttuk a mostani energetikai működtetésben és energetikai kormányzatban, hogy még mindig megy ez a protekcionizmus az energetikai rendszer működtetésén belül, és éppen az szerint változik a mondjuk a rendszerhasználati díj, vagy éppen a villamos energia ára, hogy egy adott NER szereplő az most éppen megvette a Mátra erőművet, vagy éppen most villamos energia hálózatot vásárolt magának. Ezt nem szabadna hagyni, tehát egy jól működő és átlátható rendszerben úgy kell mindenkinek működni, még akkor is, hogyha egyébként időnként a hangsúlyokat át lehet helyezni bizonyos például fogyasztókat segítő akciókra, de azért lássa, hogy hosszú távon kiegyensúlyozottan fog működni a rendszer, és mindenki megtalálja benne, most hülye szó, de megtalálja benne a számítását. Fogyasztó, termelő, szállító, tároló és a kereskedő is. Mindenkinek élni kell belőle, ezek nélkül nem fog működni a rendszer. Ha ezt megértik a fogyasztók, akkor kevésbé lesznek kritikusak, és sokkal inkább lehetnek például önkritikusok a saját elvárásaikkal szemben. De ehhez az is kell, hogy az energetikában dolgozó cégek, és a kormányzat, az nem misztifikálja túl ezt az egészet. Mint ahogy én ezt borzasztó, logikusan érthető dolog, de nagyon nehezen követhető a lakosság számára, amikor dobálóznak a kilovatórákkal, a megazsúlokkal, a köbméterekkel, és már senki nem tudja, hogy mit, hogyan lehet átváltani, és senki nem áll ki oda eléjük, és elmondani, hogy nem olyan bonyolult ez emberek. És akkor egy picit magyarázni neki, de ehhez tényleg az kell, hogy ez a propagandát mondjuk, ahogy az András mondta, jóra is lehetne használni, de tényleg. Remélem eljutunk ide hamarosan, és közben, hogy megszólítottam, amit mondtatok, hogy ha is lépjünk egy kicsit tovább, hogy ugye, amikor tavaly február 24-én, hogy elindult ez az orosz invázió Ukrajna ellen, akkor azért Európa azonnal észrevette, hogy energiaügyben van cselekedni való, és közben ugye a németek visszaállították a szén üzemű rendszereiket, meg hogy máshol is aztán voltak ilyen lépések, illetve egy kérdés az, hogy az atomenergiával majd hogyan lesz, hogy az atomerőműveket bezárták, újra nyitják, vagy nem nyitjuk hozzá. De igazából talán, bocsánat, a hosszú felvezető, de talán az a nagy kérdés, hogy erről a fosszilis energiáról hogyan lehet hosszú távon átállni a nem fosszilis energiára. Szóval mi kellene ahhoz, miközben van ez a helyzet most éppen, és miközben egyébként ahhoz, hogy mondjuk villamos energiát lehessen előállítani nem gázból, hanem mondjuk megújuló energiából, ahhoz meg rohadt sok beruházás kellene, ami szintén energiaigényes, ahogy elmondtátok. Szóval ez egy ilyen olyan, mint egy ördögi kör, vagy egy ilyen rókafogta csuka, nem tudom. Hogyan kellene ezt jól csinálni? Még a ténylegesen hozzáértők megmondják, hogy én oroszosként végtelen ilyen gyerzsevnyik módon gondolkodom, tehát ilyen állami megoldásokban ez sajnos ilyen, az ember így marad. Lehet egy ilyen negatív dolgot mondani, hogy állami akarat nélkül biztosan nem. Mert az állam határozza meg, hogy milyen energiahordozókat hogyan adóztat, hogyan csinálja az árképzést, hogyan és kiket privilegizál, és minden ilyesmi. Tehát amíg egy adott ország állama úgy működik, hogy úgy értékeli, hogy az orosz olajban és a földgázban van a pénz, tehát szándékosan nem csökkenti a függést, addig nyilván nem fog lejönni a szénhidrogének. Ha más országok úgy döntenek, hogy akkor is lejön a szénhidrogénről, vagy legalábbis csökkenti a szénhidrogén felhasználást, ha ez pénzbe kerül, akkor ott meg lehet ezt csinálni. Ugye a német példa azért nagyon-nagyon látványos, mert az, amikor Németország bejelenti, hogy már pedig az északi áramlat 2-t nem fogja engedélyezni, ez nem február 24-e után van. Borzasztó érdekes. Ez február 22-e. Ugye február 21-e az, amikor Oroszország bejelenti, hogy egy oldalon elismeri a két ukrán szakadár, ukrajnai szakadár kvázi állam, a Donyecki népköztársaság és Luhanszki népköztársaság önállóságát, és katonai erőben meg is véri ezeket, tehát február 21-től ugye az orosz harckocsik immár orosz zászlóval elkezdtek bemenni Ukrajnába. Eddig is ott voltak, de nem orosz zászlóval. Tehát ezzel Moszkva gyakorlatilag egy oldalon bejelenti, hogy ő már pedig a Krím után 8 évvel még két területet kiszakít Ukrajnából.
és még a teljes körű eszkaláció előtt bejelenti a német kormány, hogy jó, akkor nem engedélyezzük az északi áramlat kettőt, mert Oroszországtól, attól az Oroszországtól, ami így működik, csökkenteni kell a függést. Több mint 10 milliárd euróba került ez a vezeték. Ezzel a döntéssel ez a vezeték ott a tenger alatt döglött 10 milliárd euróval változott. De volt egy állami akarat arra, hogy ezt a döntést meghozzák. Na most ebből aztán következik, hogy állami akarat nélkül lejönni a szénhidrogénről, egyéni szinten lehet pici apró dolgokat csinálni, elektromos autót venni, meg ilyenek, de nagy tételben ehhez muszáj, hogy legyen állami kormányzati akarat. Viszont az állami akaratot meg az egyének tudják ki, hogy is mondjam, kipréselni abból, hogy legyen ehhez állami akarat, vagy én szeretnék ebben bízni, hogy így működik. Én is szeretnék ebben bízni, de az a helyzet, hogy amíg van egy olyan kormányunk, ami gyakorlatilag a mindennap lefolytatott közvéleménykutatások alapján dönti el a gazdasági stratégiai fejlesztési és akár energiastratégiai irányokat, hogy most ez tetszik-e vagy nem, addig ez csak akkor működne jól, hogyha megfelelő információval látná el a fogyasztókat, mind az ipari, mind a lakossági fogyasztókat. De éppen abból a megfontolásból, amit András mondott, hogy nem érdekelt abban, hogy ezek a fosszilis energiahordozók kikerüljenek a rendszerből, ezért nem is ad elegendő információt hozzá, hogy hogyan lehetne például eljutni ahhoz a fázishoz, amikor egyre nagyobb mértékben használunk például megújulókat. Én egyébként a kérdésedben válaszolva, György, én azt gondolom, hogy a fosszilis energiahordozók még nagyon-nagyon hosszú évtizedekig az energiarendszer része lesznek. De ezt fokozatosan tudjuk elindítani, hogy fokozatosan csökkenjen. Ez a fokozatossághoz mind a rendszereket, mind a rendszerek tárolási képességét, mind a tudati fejlődésbe el kell jutni odáig, mind pedig valóban, ahogy András mondta, kormányzati akarat kell hozzá. Amíg az emberek azt látják, hogy a kormányzat úgy próbálja megoldani az energia hiányos problémát, például villamos energia terén, hogy gázos erőműveket épít nagy mennyiségbe, azzal a szándékkal, hogy úgynevezett zsinórüzembe, tehát gyakorlatilag folyamatos termelési szintet fenntartva a legdrágább energiahordozóból villamos energiát állítson elő, addig az emberek azt mondják, hogy ó, hát akkor lesz itt még gáz, hiszen most ezek az erőművek nem hogy kevesebb gáz fognak igényelni Magyarország számára, hanem növelni fogják Magyarország földgáz igényét, ebből következően a földgáz kitettséget is, tehát amíg az emberek ezt látják példaként, addig nem fogunk tudni előre jutni, ezért ez tényleg egy olyan dolognak kellene, hogy legyen, mint ahogy szoktunk arról beszélni, hogy mondjuk úgy, hogy európai országoknál az oktatás, a hadügy, a külügyminisztérium és hasonló, azok ilyen kormányokon átívelő, az ellenzékkel együtt közösen meghozott stratégiák alapján működnek, és így garancia van arra, hogy nem 4 évente változtatunk rajta. Szemmel láthatóan, mi most nem ebbe az irányba megyünk. Itt az ellenzék, vagy akár a független szakértői hangok azok teljes egészében ki vannak zárva. Minden gyakorlatilag ott dől el a karmelita kolostorban. És ha most szakértőként javasolni kellene, Tamás, például te még mit javasolnál, hogy mi legyen az első, második, harmadik lépés? Hadd reflektáljak még erre a témára egy kicsit, mert 3 dolgot el szeretnék mondani, hogyha kicsit az egész képet, a holisztikus képet akarjuk nézni. Egyrészt azt tudni kell, hogy minden energiarendszer az részben racionális mérnöki kérdés, részben ideológia. Tehát az ideológia legjobban tényleg Németországban jelentkezik, ahol ugye az atomenergiát kitalálták, kinevezték egy bűnbaknak, úgyhogy egyébként 80-as években a világ legjobb atomipara Németországban volt, egy borzasztó exportképes iparága volt Németországnak akkor ez, de gyakorlatilag ezt nullára leépítették. Ilyen értelemben egyébként nekem jobban tetszik az amerikai módi, hogy ott most Joe Biden indított egy jelentős energiaátalakítási programot, ők azt mondták, hogy nekünk mindegy, hogy ti milyen módon csökkentetik a CO2-t, a célt megadjuk, rátok van bízva, milyen módszerrel, milyen költséggel tudjátok ezt csökkenteni, nyilván a legkisebb költséggel próbáltok elérni a célt. Európa sokkal inkább átideologizált ebből a témából, és ennek én azt gondolom, hogy van bizonyos kára. Tehát én jobban szeretem, hogyha az a racionális mérnöki irány erősebb, és az ideológiai irány kevésbé erős. Ez az első gondolatom. A másik, ami nagyon fontos, hogy sajnos, hogy az anyatermészet nekünk ezeket a fosszilis energiahordozókat készen megtermelte.
Tehát ezekkel versenyezni mindig borzasztó nehéz, és ha csinálunk egy megújuló energiára, vagy egy fenntartható energiára épülő rendszert, nagy valószínűséggel annak a költsége mindig magasabb lesz, mint ha foszilisra csinálnánk. Egyszerűen azért, mert olcsón és nagy mennyiségben tudunk mi most is, hogy a foszilist kimányászni, sokkal olcsóbb, én azt látom ez, mint hogyha ez megújulóra változik. Nyilván a fenntarthatóság miatt ez utóbbi irányba kellene mindenképpen elmenni. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos irány, de azt valahol érteni kell, és ez is egy nagyon komoly politikai feladat lesz majd, hogy ez nem biztos, hogy egy olcsóbb energiát fog hozni, sőt, nagy valószínűség ez egy drágább energiát fog hozni, de egy fenntarthatóbb energiát. Mindig, vagy az átállás időszakában addig, amíg mondjuk legyártódnak azok a dolgok, amik a nem fosszilis energiához kellenek. Én tartok arra, hogy ez egy tartós különbség lesz. Hozzá kell azt is tennem, hogy még azért ehhez az átálláshoz rengeteg technológiai fejlődésre van szükség. Aztán Bill Gates mondta azt, hogy körülbelül a meglevő technológiánknak a fele legalább hiányzik ahhoz, hogy teljesen át tudjunk állni egy CO2-mentes világra. Én, ahogy most nézem például a modelleket, ez a netto zero elérése ebből a mostani technológiai felállásban szinte lehetetlen Európában. Mostani felállással szerintem a mostani CO2 kibocsátásnak a 30%-át tudjuk elérni. Reméljük a technológia fejlődik a következő egy-két évtizedben oda, hogy tényleg el lehessen a netto zérót érni. Az én megítélésem az az, hogy ez a netto zéró ebben a mostani technológiai mixben egyelőre még elérhetetlen. Remélem, hogy lesz olyan fejlődés, amiben ez elérhető lesz. Válaszolva a kérdésedre, én ugye említettem már, hogy a rezsicsökkentést láthatnánk, ez egy nagyon fontos dolog lenne. Nagyon fontos lenne még több olyan projektnek a befejezése, vagy dűlőre jutása, ami ugye Magyarországon egy nagyon nagy kérdés. Többek között a Paks 2 helyzete, ami ugye egy nagyon nehéz feladat, mert ez egy nyugati orosz kooperáció. És én azt látom ebben a kérdésben, hogy ezt valószínűleg ebben a felállásban nem lehet megvalósítani. Viszont egy olyan csapdahelyzetben vagyunk, hogy se az oroszok, semmi nem igazán tudunk ebből kijönni. Ugye vannak olyan szóbeszédek, amely szerint borzasztó nagy felár lenne, egy hatalmas kötbér fizetéssel járna az, hogyha Magyarországból ki akarna jutni. Nyilván az oroszok se akarnák ezt a projektet azért elveszíteni, tehát az ő kilépési szándékuk is ugye egy nehezebb ügy. Tehát ez például dűlőre kéne ütni, ez rendkívül nagy bizonytalanságot jelent a rendszerben, hogy ez a Paks 2 mikor fog belépni. Ugye most láttuk azt, hogy azért az áramfogyasztáson nő, a Magyarország elektrifikálódik, a becslések szerint a mostani 45 terawattórás áramfogyasztás 2030-ra 68 terawattórára nő, tehát masszív emelkedés lesz. Valóban szükség lenne akár egy Paks 3-ra most már ebbe az egész rendszerbe. Nyilván ezeket kéne végiggondolni, és ezeket kellene projekt szinten megvalósítani. Én azt látom, hogy most egyfajta kapkodás van, az elmúlt 10 évben igazából nem sok minden történt. Az elmúlt 10 évet mi kicsit feléltük, nem csak az oktatásban, vagy éppen az egészségügyben, de valószínűleg az energetikában is, miközben az igények masszívan nőnek. Tehát én abban biztos vagyok, hogy 2025-re a kettő meg fogja a saját gyárát építeni, hogy 2025-re nem lesz Magyarországon új gáz alapú erőmű, amit a kormány meghirdetett, az is szinte biztos. És ez okoz egy borzasztó erős ilyen diszkrepanciát, hogy kész lesznek a kínaiak a saját gyárukkal, igénylik az áramot, miközben nekik plusz áramunk nem lesz ehhez. Azért azt mindenképpen hozzá kell tenni ez, amit a Tamás mondott itt a végén, hogy az, hogy ezek az akkumulátorgyárak mekkora energiaigényel fognak rendelkezni csak a villamos energia esetén, ez több mint 10%-os növekedést vár el 2025-től, a magyar villamos energia teljes fogyasztásában. Tehát a mostani, hogyha még hozzátesszük ezt az új gyárat, amit ugye meghosszabbítottak Bicskéig, vagy jelszó alapján, a debrecenieknek nem kell egy gyár, akkor adunk kettőt kategória. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Magyarországon a teljes kibocsátási kapacitás az akkumulátorgyáraknak 246 gigawatt óra teljesítmény lesz. Csak amit most ismerünk, és lehet, hogy meg vannak a Szijjártó úr fiókjába újabb előkészített szerződések, ennek csak a villamos energia többlet növekedése majdnem 5 terawatt órányi. És ugye a Tamás említette az előbb, hogy 43 körül van? 43, 45 körül. 5000 terawatt órányi, az 1/9-ével, majdnem 10%-kal fogja megnövelni
az eddigi energiafogyasztás, és akkor a földgázról még nem beszéltünk, mert ugye ezekhez az új földgázos erőművekhez is kell gáz, illetve az akkumulátorgyáraknak nem csak villamos energiafogyasztása van, hanem nagyon komoly mennyiségű földgáz használnak a szárításhoz, a cellák kiszárításához, ugye a zselés részek kiszárításához, ami azt jelenti, hogy csak hogyha ezekkel a gyárakkal kalkulálok önmagában, az egy olyan 1,3 milliárd köbméterrel növeli meg az eddigi felhasználást. Hogyha még hozzáteszem azt a plusz erőművi kapacitást, amit Orbán Viktor bejelentett, ugye az 1650 megawattnyi teljesítmény, az ahhoz szükséges energia, az megint egy olyan 3 milliárddal megdobja. Tehát most már ott tartunk, hogy lassan 30-35%-kal megemeltük a földgázfogyasztásunkat, ami egy abszolút nonsense abból a szempontból, hogy azzal kezdte Tamás is a sajátját, egy olyan országból élünk, amelyiknek kevés van villamos energiából is, meg földgázból is. Ezzel szemben többet akarunk belőle fogyasztani, holott éppen az lenne az irány, hogy kevesebbet fogyasszunk belőle. Itt Paks kapcsán azt érdemes még hozzátenni, hogy egy egészen sajátos csapdahelyzetben vagyunk. Ugye elhangzott, hogy hát vannak olyan szóbeszédek, hogy drága lenne kilépni. Ugye a szerződés jelentős része már nyilvános, de a kilépési kondíciókra vonatkozó részek a továbbra is minősített információ. Ugye ellenzéki parlamenti képviselők között volt olyan, vagy volt parlamenti képviselők között, aki olvashatta ezt, és annyit mondott erről, hogy ki lehet lépni, de a kondíciókról nyilván nem beszélhetett, mert ugye ez minősített. Ami támpontot adhat, az a bolgár eset. Ugye amikor Bulgária 2010-es évek elején talán 12-ben bejelenti, hogy kilép a Beleni atomerőmű projektből. Ugye az oroszok az Atomstroj Export 1 milliárd dollár kötbért követelt, aztán ez akkor lement egy időre 800 millióra, és akkor az volt, hogy egy pingpongozás, hogy akkor Bulgária fizete vagy nem, de úgy körülbelül ez a nagyságrend. Tehát, hogy nyilván van kötbér, ha az oroszok lépnének ki lehető, ideálisében akkor is lenne kötbér, nem tudjuk. Nem minden akartam kifuttatni, tehát az, hogy drága, azt látja, a bolgár eset az adhat egy támpontot, hogy pontosan mennyire drága. Viszont amíg nem látjuk be azt, és abszolút egyetértek az elhangzottakkal, én sem gondolom, hogy a jelenlegi szankciós környezetben Oroszország képes lenne Magyarországon atomerőművet építeni. Ugye pont a finn eset mutatta meg azt, hogy még az EU szabványon a megfelelő dokumentációt sem képesek elkészíteni, ugye a Hanhikivi atomerőmű történet. Viszont amíg nem mondjuk ki azt, hogy nem tud Oroszország atomerőművet építeni, tehát amíg életben van a Paks projekt, amíg lélegzik a Paks projekt, addig nem lehet értelmes vitát elkezdeni arról, hogy jó, ha nem az oroszok, akkor ki. Tehát azzal, hogy folyamatos, tehát hogy életben tartunk egy olyan projektet, amiből elég nyilvánvalóan nem lesz erőmű, ez megakadályozza azt, hogy elindulhasson egy olyan projekt, amiből viszont lesz. Tehát különösen ennek az időnyomásnak a fényében kifejezetten érthetetlen, hogy a kínai akkumulátorgyárak energiaellátása kapcsán vajon mégis mi lehet a terv. Tehát Paksnál itt az, hogy belátjuk azt, hogy a rossz atomit nem fog erőművet építeni, ez a történet egyik fele, de arról semmiféle értelmes vita nem zajlik, hogy akkor mégis honnan lesz erőmű. Ja, tényleg az a probléma vele, ahogy az András is mondta, hogy ott tartunk, hogy rágjuk, de se kiköpni, se lenyelni nem tudjuk. Szükség van a Paks 2 által majdan termelt villamos energia mennyiségre, már csak azért is egyébként, hogy minél nagyobb mennyiségben a villamos energia és a karbonsemleges, mert ugye a karbonsemlegesek között tartjuk nyilván az atomerőműveket, hogy egy kicsit csökkenjen ilyen értelemben a kibocsátás, de minél később döntjük el, hogy az oroszokkal nem, hanem valaki mással, annál kisebb esélyünk van arra, hogy megépítsünk egy Paks 2-t, valaki más által gyártott Paks 2-t, miközben ma már éppen a magas energiaigények miatt lassan arról kellene vitatkoznunk, hogy hol lesz a harmadik atomerőmű Magyarországon, és az milyen gyártó fogja ide szállítani hozzánk, hiszen közben az energiaigény az meg folyamatosan nő. És milyen reális esély van valamilyen más típusú energiára? Valamikor, jó egy évvel ezelőtt beszélgettünk Tamással, és akkor még Deák Andrással például olyan típusú atomerőművel, amilyen moduláris, vagy ilyen kisebb atomerőmű, nem tudom a szakmai megnevezését pontosan. Szóval van-e ennek esélye, vagy egyáltalán milyen más típusú energia van kilátásban, vagy lehet kilátásban a közeljövőben szerintetek? Ennek a moduláris erőműnek komoly esélye van, mert hogy egyébként a fejlesztések nagyon nagy mértékben haladnak, és nagyon jók egyébként tényleg az adatok. Ez viszont valószínűleg 2035 nem elérhető,
és hát nagyon sokan rástartoltak erre, tehát én azt gondolom, hogy Magyarországnak reálisan inkább a 2030-as évek évtizednek a közepe vége fele lehet az, amikor moduláris erőművekre szert tehet. Ami rövid távon érdekes lehet, az a szélenergia Magyarországon. Ugye elméletileg lehet szélenergia, de olyan szabályozásunk van, hogy a lakott területektől 12 kilométeres körön belül nem lehet ugye szélerőmű, ami gyakorlatilag kizárja a szélenergia terjedését Magyarországon. Egy nagyon nagy vita van most erről, hogy vajon ezt a kormányzat engedélyezni fogja-e. Néhány hónap ezelőtt úgy tűnt, hogy ezen a szabályozáson enyhíteni fog a kormányzat, végül is nem történt egyelőre semmi. De például, ha rövid távon valamivel szeretnénk növelni a termelésünket, én azt gondolom, a szélenergia lehetne az egyik ilyen terület, ami elérhető, és talán ez az egyik leggyorsabb lehetőség. Amellett, hogy valóban egyébként vészes okok miatt gázalapú erőművek felé kell menni, mert az is még egy olyan terület, ami viszonylag gyorsan megvan. Viszonylag gyorsat egyébként 4-5 év alatt kell érteni. Tehát azt gondolom, hogy ilyen területet 12-3-ra 4-5 év alatt lehet, mert körülbelül van. Viszonylag gyorsat egyébként 4-5 év alatt kell érteni. Tehát azt gondolom, hogy ilyen területet 12-3-ra. Köszönöm szépen egy pillanatra, akkor Tamás nem fog visszhangozni. Tamás? Én ennyit szeretem volna erről a kérdésről mondani, nem tudom, esetleg Attila, neked van erről véleményed. Most viszont jó, hogyha visszahangosítod magad. Köszönöm. Tehát én is azt gondolom, hogy ezek az úgynevezett SMR reaktorok, ezek a kisméretű, moduláris, könnyen telepíthető és nem vízhűtéssel működő reaktorok lehetnek a jövő. Már csak azért is, mert mondjuk egy olyan igény esetén, amikor fölmerül, hogy akkor most XY ide akar egy akkumulátorgyárat ilyen és ilyen energiaigénye, akkor oda lehetne pakolni 4 darab ilyen kisebb méretű blokkot, aztán utána, amikor már mégse kell az akkumulátorgyár, mert kiderül mondjuk 10 év múlva, hogy már senki nem akar lítium-ion akkumulátorokat vásárolni, mert addigra meghaladja a technológia, akkor el lehetne pakolni máshova, ahol éppen szükség van rá. Tehát ennek azon kívül, hogy az alkalmazhatósága is sokkal jobb lehet, mint a nagy erőműveknél, nyilván ezeknek a költsége egyébként azért magasabb lesz. Tehát azért nem véletlen, hogy mindig minél nagyobb és nagyobb méretű blokkokat akarnak telepíteni. Ugye a finnek most adták át a saját fejlesztésű 1600 megawattos új atomerőmű blokkjukat, mert minél nagyobb a teljesítmény, amit leadnak, a fajlagos költsége annál olcsóbb lesz, de ez megint abba az irányba megy, hogy itt is tudomásul kell vennünk, hogy bizony az olcsó energia korának már itt is vége szakad, és Orbán Viktor is lassan elfelejtheti azt a mondását, miszerint 12 forint a paksi atomerőmű által megtermelt villamos energia ára, de mindenki tudja, hogy nem annyi valójában, és a Paks 2-nek meg aztán pláne nem annyi lesz, a Paks 3, vagy nem tudom, 3, a harmadik erőműnek meg aztán, hogyha az teljesen más típusú lesz, akkor még úgy sem lesz lehetősége. Ezzel együtt a kiváltás, nem kiváltás, hogy mi az, ami bejöhet, itt a megújuló energiák esetében valóban érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy nekünk mondjuk a megújuló energiáknál mire van lehetőségünk. Ugye amikor az ember létrehoz egy céget, akkor is elemzi a saját erősségét, lehetőségét, gyengeségét, fenyegetettségét. Egy ilyet hiányolok itt Magyarországon. Tehát mint hogyha valóban nem véletlenül szokták, hogy a mértékadó közgazdászok a vas és acél országa lendületéhez hasonlítani a mostani telepítéseket, mert tényleg azt látjuk, hogy mintha nem lennénk tisztában azzal, hogy nekünk mink van, és ami meg van, azt meg nem engedjük, így a szélerőműveket sem. Ugye a Tamás mondta, hogy 12 kilométer jelenleg ez a határ, csak mellékesen jegyezném meg, hogy a lengyelek most változtatták meg márciusban 700 méter a lakott területtől, ami azért nagyságrendileg egészen más, és hogyha belegondolunk abban, hogy az elmúlt 13 évben hány ilyen erőművet tudtunk volna telepíteni, hiszen volt rá szándék, tehát ez nem igaz, hogy nem volt rá szándék, jöttek volna a beruházók és fektettek volna be, ma már ott tarthatnánk, hogy olyan 1500 megawattnyi szél teljesítményünk lenne pluszba, szemben azzal, ami most van, ami nem éri el a 400 megawattot.
Én egy kicsit kilépnék most még, és lehet, hogy egy picit meghosszabbítanám a Facebookon is a közvetítés időnket, hogyha ti nem bánjátok egy 10 perccel, mert van még egy téma, amit nagyon szeretném, ha elmagyaráznátok, hogy Európában, Amerikában és Kínában mi zajlik most energiafelhasználásban? Mi ebben a nagy kép? Melyik, hol van igazán végig gondolva az, hogy jelenleg mit használunk, és hogy 10 év múlva mit fogunk, és ezek a területek mennyire vannak már lefoglalva, vagy nem tudom. Most azt hiszem, hogy így tudom megfogalmazni a kérdésemet. Nem tudom, elmondanám talán röviden, amit én látok. Ugye Kína alapvetően még mindig annak a bűvületében van, hogy minél olcsóbb energiája legyen, és hogy ez az energiafüggés, amiben ők vannak, ez kisebb legyen, mint a mi. Ugye Kínában ez egy nagyon fontos elgondolás, hogy ők diversifikáltan vegyenek mindig energiát, és amennyire lehet a költséget csökkentsék. Előtérbe kerülnek ott is azért a környezetvédelmi szempontok. Kína is 2060-ra CO2 mentes szeretne lenni, netto zero kibocsátást szeretne. Viszont én azt látom, hogy most rövid távon például a hazai saját szén erőműveiknek a felfokozása történik. Tehát tulajdonképpen náluk azért a költségnek van még mindig jelentős szerepe. Földgáz esetében növelik szintén a fogyasztásokat, de ennek részben környezetvédelmi okai vannak. A nagyvárosi levegőt úgy tudják leginkább tisztítani, hogyha nagyobb mennyiségű földgázt vesznek. Ezzel lehet gyakorlatilag a legjobban haladni ebbe az irányba. Tehát náluk ezek a legfontosabb szempontok. Az első távunknál az látszik, hogy elindult ott is egy nagyon komoly zöld irány, meghirdette Joe Biden ezt a bizonyos IRA programot, aminek a célja az, hogy növelje a megújuló energia mennyiségét. Nekem, ahogy már említettem korábban, tetszik a program olyan értelemben, hogy egy ilyen technológia semleges célokat tűz ki, és nagyon komoly finanszírozást tesznek mellé. Komoly veszélyt is jelent egyébként Európában, hogy nagyon sok megújuló energiával foglalkozó cég inkább az első támokba fektet majd be a következő évtizedben, mint Európában, ugyanis ez egy sokkal jobb megtérüléssel bíró beruházás lehet komolyabb állami támogatással sok esetben, mint Európában. Nálunk pedig hát Európában ugye a fő dolog továbbra is az, hogy egy megújuló irányba vigyük a kontinenst. Van egy vita azért a franciák, németek között azzal kapcsolatban, hogy a nukleáris energia milyen szerepet játszhat, illetve nagy kérdés az, hogy a földgáz milyen mértékig maradhat, mikor lesz az a pont, amikor a földgázfogyasztásunk azért jelentősen elkezd csökkenni. Korábban ez olyan 2035-ös dátumot mondtak, én szerintem ez egy picit azért később lesz, de lesz egy pont, ahol a földgázfogyasztása Európának jelentősen csökkenni fog, és nagyon gyorsan csökkenni fog. Úgyhogy nyilván ez is ezektől a technológia áttörésektől nagy mértékben függ, hogy mennyire tudjuk a földgázt pótolni, például hidrogénnel, vagy bio földgázzal, ez is egy nagyon érdekes és nagyon fejlődő irány. A kínai fogyasztással kapcsolatosan azért annyit mindenképpen érdemes hozzátenni, hogy miközben persze fontos számukra is az, hogy diverzifikáljanak, és a földgáznak is egyre nagyobb szerepe legyen elsősorban a nagyvárosoknál. Azt ne felejtsük el, hogy a kínai széntermelésben több 10 millió bányász dolgozik. Ebből következően foglalkoztatás politikailag sem fogják azt megengedni a kínaiak, hogy a szénbányák csak azért bezárjanak, mert mondjuk az oroszok most töménytelen mennyiségbe tudnának nekik az Európában nem eladott földgázból juttatni. Tehát nagyon visszafogottan kezelik ezt a kínaiak, és én szerintem mi európaiak nem igazán tudjuk azt elképzelni, hogy mekkora a kínai széntermelésnek a mértéke. Ezért én hadd mutassak, most gyorsan megosztom, nem sokáig, csak azért, hogy a nagyságrendet érzékeltessem mindenkivel, hogy nem tudom, hogy látjátok-e. Igen. Hát ez a kínai széntermelés, igaz, hogy 2016-os, de ott van mellette az Egyesült Államok és Európa együttes. Tehát a nagyságrendet mindenki érzékelje. Ez persze utána bejön akkor is fontos tényezőként, amikor arról beszélünk, hogyha Magyarország picikét csökkenti a saját CO2 kibocsátását, a kínaiak meg ennyi szenet termelnek, akkor bizony nem sok hatást tudunk tenni a világ teljes kibocsátására, de ezzel együtt ebben az ábrában sok minden benne van. Az is, hogy rengeteg kínai bányász dolgozik a szénbányászatban, az, hogy Kína nem fog egyik pillanatról erről a másikra átállni, és van egy nagyon érdekes dolog benne,
nézzük meg, hogy a kék színű rész az az a kínai szénfelhasználás, amelyiket nem villamos energiatermelésre és nem acélgyártásra, hanem például az úgynevezett nálunk, sokszor megfuttattuk ezt a kört, ez a klasszikus tiszta szén technológia, műanyagot, pólót és minden egyebet gyártanak belőle, amit lehet. Mi meg még mindig csak futunk az ilyen technológiák után. Tehát én azt gondolom, hogy a kínai fogyasztás ilyen értelemben nem csak annak függvénye, hogy valami olcsó vagy nem olcsó, hanem ennek van sok egyéb más összetevője is. Köszönöm szépen. Az egész másfél órát összefoglalva, nem tudom, hogy lehet-e összefoglalni, de igazából arra vagyok kíváncsi, hogy nektek abból, amit ma a világból, benne Magyarországról, energiáról, függőségről, szcenáriukról látunk, mi az, ami elsődlegesen eszetekbe jut, és amit kellene tennünk azért, hogy ebben valamilyen pozitív irányba tudjunk haladni. Itt jöhetnek tények is, meg természetesen jöhetnek szakértői vélemények, vagy emberi vélemények is. Én talán két gondolatot emelnék ki, ami szerintem most nagyon fontos. Az egyik az, hogy Magyarországnak is, és mindenki másnak is diversifikálni kell, mert ha egy forrásból kapunk sokat, annak nagyon nagy a kockázata. És azt hiszem, ez az orosz dolog, ez nagyon jól megmutatta. Igen, Oroszországra szükség van hosszabb távon is. Szerintem Európában valamilyen szinten valamikor vissza fog ez a kapcsolat térni normálisabb szintre, mint ahogy most van, de akkor sem szabad mindent egy forrásra rátenni. És ebből a szempontból ez a kínai példa egyébként jó, mert ők is ugye erre törekszenek. Másik fontos dolog, amit én látok itt az egész globális energiarendszerben, hogy bármilyen energiarendszert építünk ki, azt a fajta magas fogyasztási szintet, amit most Magyarország is és az egész nyugati világ követ, az valószínűleg bármilyen energiarendszerben fenntartatóan lesz. Tehát mindenképpen az embereket hosszabb távon arra kell ösztönözni, hogy spóroljanak az energiával, takarékoskodjanak. Az emberi jólét az nem feltétlenül csak a fogyasztás növeléséről szól. Sőt, egy ponton túl, nagyon érdekes, erről átolvastam nagyon sokat, hogy van egy pont, ami fölött az emberi jólét, ennek megszűnik a kapcsolata az energiafelhasználása. De ez körülbelül ott van, mi most magyarok fogyasztunk, a 100 gigajoule-nál. Hát voltak az 50-es években az első államban tanulmányok, de az akkori boldogságindex, jólét, vagy megelégedettségindex magasabb volt az USA-ban, mint most. Most már 250 gigajoule-t fogyasztanak fejenként az amerikaiak, de tudom, közben meg rosszabbul élnek, mert elégedettenebbek, nő a Prozac fogyasztás, tehát nagyon sok dologgal lehet ezt mérni. Tehát én azt látom, hogy egy ilyen ösztönzés kellene arra, hogy csökkentsük, mert egyszerűen fenntartatlan ez bármilyen energiarendszerbe gondolkodunk. És ez Magyarországra is egyébként hosszabb távon igaz. Köszönöm. Attila? Amit én nagyon fontosnak tartok ebből a szempontból, amiről beszéltünk menet közben, hogy mégis hogy lehetne az embereket tudatilag ránevelni arra, hogy értsék ezt az egész energiát. Én azt gondolom, hogy nagyon sok dolgunk van még azzal, hogy ezt megpróbáljuk az embereknek úgy emberközelivé tenni, hogy megértsék, hogy milyen világban élünk, és miért lehet az a cél, amit a Tamás mondott, hogy kisebb energiával és kisebb fogyasztással jussunk el arra a komfortfokozatra, ami van. A másik, amit én nagyon-nagyon fontosnak tartanék, persze az ember kicsit ilyen farhány borsóként mondja, végre tényleg kellene egy olyan energiastratégiát alkotni, ami nem a jelenlegi kormányzó párt energiastratégiája, hanem amivel mindenki egyet tud érteni. Ehhez pedig az kell, hogy hallgassuk meg egymást. Nyitott füllel vitatkozzunk, legalább az energia területén legyen vita. Voltak már kedvező példák, én többször részt vettem már kormánypárti nagy energia szakértőkkel különböző vitán, és nem igaz, hogy olyan messze állunk egymástól, de ami nagyon érdekes volt, a kormánypárti vagy kvázi kormánypárti szakértők majdnem olyan messze állnak a jelenlegi kormányzat energia elképzeléseitől, mint én. Tehát ebben a dologban valahogy egy kicsit előrébb kellene menni, és ez nem kell más, mint az, hogy nyitott füllel hallgassuk egymást. Ugye a Frank Zappának van egy remek idézete, aki azt mondja, hogy a gondolkodás az olyan, mint az ejtőernyő, csak akkor működik, ha nyitott állapotban van. Hogyha folyamatosan zárt állapotban, folyamatosan valaki
által kitalált irányvonalon megyünk, és a gazdaságfejlesztési irányok még véletlenül sem szinkronban működnek az energiafejlesztési irányokkal, akkor egyre nagyobb bajba és bajba sodorjuk saját magunkat, méghozzá oda, amikor már késő lesz. Vagy legalábbis az lesz, el fogunk jutni odáig, hogy ez volt az utolsó pillanat, amikor még tehetünk volna, és nem tettük meg, és utána már mindenki siránkozhat, hogy de hát én azt hittem, hogy olcsó lesz az energia. Nem lesz olcsó az energia, és meglepő módon, hogyha valaki előszedi a 2009-es Fidesz Európai Uniós választási kampányfüzetét, letölthető még mindig a Fidesz oldaláról, akkor abban azt olvashatja az energetika részben, 2009-ről beszélünk, hogy az olcsó energia korának vége, meg kell tanulnunk kevesebb energiából sokkal hatékonyabban gazdálkodni. Hát ezek szerint nem sikerült az elmúlt 14 évben ideig eljutni. Tényleg csak a gondolkodás kapcsán, már minden elhangzott, tehát csak én összefoglaló jelleget tenném hozzá, le kellene számolni mítoszokkal, mert rengeteg mítoszunk van az energiaellátás kapcsán. Nekem a nagy kedvencem az, hogy Paks 1 is milyen olcsón termel. Miért termel olcsó? Mert ugye még bőven a tervgazdaság idején építették, ugye 82-ben adták át, ha jól emlékszem, és az építési költségeket egyszerűen leírták. Tervgazdasági költségvetési viszonyok között ezt egyszerűen ki lehetett húzni. És mint kihúztuk a költségeket, innentől nyilván nem kellett megtermelni a saját felépítésének árát, ezek után jó, hogy olcsó. 82-ben adták át az erőművet, 2023-at írunk, 40 éve itt van ez a mítosz, hogy olcsó az atomenergia, de hogy is az. Ez az egyik ilyen. A másik a rezsicsökkentés általában. Mert ha a számlánkon kevesebb összeg is szerepel, ugyanúgy állami pénzből kell megtámasztani, tehát máshol úgy is kifizetjük. A 27%-os áfában, különadókban, amiket aztán a cégek áthárítanak, tehát hogy ez is egy mítosz. És rengeteg ilyen van még. Pusztán tényleg ezeknek a mítoszoknak a felszámolásával, vagy eloszlatásával már nagyon sokat lehetne venni előre. Köszönöm, és nekünk, akik itt vagytok, milyen feladatot adnátok, hogy mi mit csináljunk? Egy rövid mondatban, vagy kettőben, ahogy jól esik. Tamás, kezdhetünk veled? Ez nehéz kérdés. Én hasonló szalonokkal biztos lehet oktatni. Én azt gondolom, én próbálok mindig egyébként baráti körbe is, Facebookon sok mindenről adni. Tehát, hogy ezt az ember nem feltétlenül a karrieriért vagy egyébe csinál, inkább tényleg egyfajta oktatás, meg tényleg ezeket a mitoszokat, amiket András mondott, ezeknek az eloszlatása az nagyon fontos lenne. Mert vannak ilyenek, amiket az emberek nem értenek, és azt hiszem, hogy jó ezt elmagyarázni néha. Igen, ez még gondolat, azt hiszem, én örülnék annak, ha valami cselekvős feladatot adnátok. Bocsánat, én most kicsit piszkállak titeket, hogy tegyétek ránk azt, amit ránk kell tenni. Én akkor hadd mondjak én mindig azt szoktam mondani, amikor hozzám fordulnak, hogy akár önkormányzatok, akár cégek, akár magánszemélyek, hogy ő mit tud most tenni. Ilyenkor mindig azt szoktam neki tanácsolni, hogy először is nézd meg, hogy hogyan fogyasztasz saját magad. Mi a leginkább többet fogyasztó egység, szerkezet, szervezet a cégen belül, az önkormányzaton belül, mert valószínűleg ott lehet a legtöbbet rajta megtakarítani, és nem azt mondani, hogy akkor most hirtelen mindent be fogunk szigetelni, mert az valószínűleg nem fog menni. Tehát először is találjuk meg, hogy hol van a legnagyobb fogyasztó, már fogyasztó a háztartáson, vagy éppen a cégen belül, és nézzük meg, hogy azzal tudunk-e valamit kezdeni. Ez a legeslegelső. Hogyha az ember nincs tisztában azzal, hogy mivel áll szemben, akkor borzasztó nehéz a megfelelő fegyvert kiválasztani az azzal való küzdelemre. Először is nézzünk szembe azzal, hogy néz ki, hol megy el az energia, valóban elmegye, megtettem-e mindent utána ahhoz, hogy ott ne menjen el annyi, és utána aztán csatlakoznék ahhoz, amit Tamás mondott, és hallgassanak minket, mert erről beszélünk. Tehát én is minden fórumot megragadok, gyakorlatilag tényleg az országot keresztbe kasul bejárom, és mindenfelé előadásokat tartok, mert azt gondolom, hogy a szemek kinyitása az is kell, hogy jöjjenek el, hallgassanak meg minket, akár az ilyen szalonokban, legyen ennek a szalonnak akár másmilyen típusú folytatása is, mert én szerintem itt tanulják a legtöbbet az emberek. Köszönöm. Egyetlen dolog valakitől, aki nem energiaszakértő, sose lesz az. Nem szabad félni kérdezni.
és megkérdezni azokat, akik értenek hozzá. Tehát ha az Attila vagy a Tamás elmegy valóban előadást tartani, akkor semmi rossz nincs abban, hogy oda megyünk és meghallgatjuk. Sőt, uram, bocsá, picit piacgazdasági logika, fizetni is lehet tanácsadásért. Például céges szinten ennek már lehet, hogy van értelme. Tehát, hogy ne féljünk megkérdezni dolgokat. Nem kell mindenkinek mindenhez értenie, ez az ország tele van mindenhez értő zsenikkel, de hát, ha nem az a cél, hogy mindenki mindenhez értő zseni legyen. Úgyhogy nyugodtan lehet kérdezni, és lehet tanulni azoktól, akik bizonyos dolgokat jobban tudnak. Semmi rossz nincs benne. Köszönöm szépen azokat, amiket mondtatok. Köszönöm nektek a beszélgetést, és önöknek, többieknek, nektek pedig azt, hogy velünk tartottatok, és ahogy így említett, folytatni fogjuk egészen konkrétan június 13-án, amikor Oroszország és Kína, valamint Kína is a világ kapcsolatának trendjeivel, gazdasági, katonai és mindenféle összefüggéseivel fogunk foglalkozni, szóval akkor aznap folytatjuk. Most jó éjszakát kívánok mindenkinek, és köszönöm a beszélgetést.